It's brand new. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra után 16 perce. Hello! Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Egy kis reggeli hangulás, egy kis reggeli krákogás, egy kis tekergetés, egy kis hotméter tologatás. Mindenki hangol, teker, tol, vesz, ad. Na, Mizu, semmi. Mi? Hát, soha így semmi. Hát, ha most már érted így, meg nekifutottunk itt, és mondtukon, és te most itt megölted, de hát érted akkor. Ne, figyeljetek! Maradó fura dolog történt, és ezért kicsit elnézést kérek tőled, Feri, mert rád nézve most ez, azt gondolom, hogy nem túl hízegő, meg biztos rosszul is fog esni, hiszen ismerek, tudom, hogy mennyire érzékeny vagy, de veled nem álmodtam. De sajnálom. De igaz? Ide már szeretem, mert akkor én benne voltam. Viszont Balázssal álmodtam, és egy meglehetősen fura álma volt. Gyerekek, az aurám. Elmesélhető ilyenkor? Nem volt egy érdekes volt. Követ éjszakába is, látod? Igen. Nem menekül. Kicsit valamilyen omból kifolyan, nem tudom, hogy miért, de egyébként úgy magyaráztad, hogy a műsor iránt tanúsított hűségem, lojalitásom és az egész éves munkám eredményeképpen megajándékoztál álmomba. Na, mit kaptál? Több dologgal. Tényleg? Hát figyelj, nagyon érdekes volt egyébként, maradt tiszta álom volt. Tehát, hogy ilyen, tényleg ez a megdöbbentően tiszta, mert hogy még tudatosan gondolkodni is tudtam az álmomban. Megleptél egyébként a Viki jelenlétében egy úttal. Csináltattam egy utat a házatok elé. Igazából csak lecsapoltatod a mocsarat, és murvát hordattál, nem semmi extra, tehát nem úgy képzeled, hogy egy autópályát építettél. Mindenkinek, akit szeretek, adok egy utat. Kinek 1 kilométert, kinek 600 métert. Tehát ahogy van. Mondtad, hogy utazzunk el, érezzük magukat, jól pihenjük ki magukat, nem mondom, hát amikor belőled kiindul, mondom, ez biztos, hogy tengeren túli út lesz, biztos, hogy milyen nagyon oda tetted magad. Aztán kiderült, és Balaton a liga. Nem, Aradra küldtél el. Nagyon jó. Miért, de nagyon vicces volt egyébként. Arad legjobb szállodájába, ez nem tudom, hogy melyik egyébként, meg a nevére már nem emlékszem, de hogy a várnak, az aradi várnak közvetlen közelében. És mutattál nekem róla egy ilyen Google térképet, ilyen Google Earth-eset, hogy fölülről lehetett látni. Az egész mondanom, hogy rögtön kiszúrtam, hogy ez nem Arad, tehát nagyon az aradi várat viszonylag jól ismerem, madártávlatban voltam is, ott meg egyébként tudom, hogy néz ki fölülről. És hát köszönő viszonyban nem volt Araddal, de hogy egyébként állítólag Arad legjobb szállodájában foglaltattál nekem szállást, és még gondoltál is rám, mert hogy az ott van a várnak a közelében, hogy és akkor így tessék. És azzal indokoltad a dolgot, hogy egészében nagyon oda tettem magam, nagyon jól viselkedtem, nagyon hasznos volt a munkám, és hogy ezért. Ez még önmagában nem is lett volna gond, hát azért mégiscsak mindenki tudja rólam, hogy szeretem a várakat, meg hogy egyébként meg szívesen megyek viszonylag közel az ország határon túlra is. De hogy ott volt egy másik ajándék is, na azzal már nem annyira tudtam mit kezdeni, mert hogy kaptam tőled az aradi út mellé egy éves parkolást, egy éves parkolást, Amsterdam egyik repülőterén. Nagyon jó. Szerintem tök merő. Ezt nem. A közvetlen az én helyem mellé. Figyelj. Ez annyira menő ajándék, ha soha az életedben nem mész ki. Ugye? Hogy bármikor ott vagy kocsival Amsterdamban, le tudsz parkolni, nincs gáz. De repülős parkolás vagy autós parkolás? A repülőtéren le tudom tenni az autónkat, és ingyen tudok parkolni ezzel a matricával. Tök menő. Egy éven keresztül ez ilyen levonó volt, tehát hogy gyakorlatilag egy valamilyen sorszám volt rajta, és akkor mondtad, hogy na, és akkor tessék, itt van az aradi út mellé egy éves ingyenes parkolási lehetőség. Az amsterdami reptéren. Amsterdamban. Hát ez... Viszonylag messze kell egyébként megállnunk az aradi szállásunktól, én ezt egy picit fájlalom. Hát lerakod a kocsit Amsterdam, és bebékávézol ide a Klassz FM-ben, nem? Hát igen, és akkor innen meg a Liszt Ferenc, és annak pedig Aradra, vagy ha valami a más úton módon. Mondom, az Aradnál elkezdett billenni egy kicsit, mert elkezdtem, nézem, hát ez minden csak nem Arad, mert benézted. Vagy te küldesz el valaha a világ végére. Legalább, most még a este le kell feküdnöm, aztán utazunk. És általános ceremónia volt, vagy egyszer csak ott volt az a Viki volt ott, a Viki ült az asztalnak a másik oldalán, és a Viki is hevesen bólogatott, és mondta, hogy igen, és fogad szeretettel, és tényleg, és nagyon elégedettek voltunk a munkáddal egészében, fogad, igen, és ez nagy... Irányarad. A Viki főleg egyébként az amsterdami parkolásnál mondta, hogy hú, hát ezzel nagyon jól járt.
barátok. Csak mondom, persze, kb. Ennyi az összefüggés a kettő között, Amsterdam és Arad. Arad, bocsánat. Úgyhogy ez van. Jani goes to Arad. Ez volt a misszió. Irány Arad. Csak mondom, akkor le kell tennünk valahogy Amsterdamban az autót, amit egyébként ki is kell oda jutatni. Hát Svecsivel átmész. Kimentek kocsival Amsterdamba, ott van ingyen parkoló, tehát itt már fogsz a bulin egy éven keresztül, és Repcsivel átmentek Aradra. Szerintem ez jó. Jó, de inkább azt fejtsük meg, hogy van-e valami mélyen legbelül benned, ami bánt. Tehát, hogy úgy érzed, hogy nem ismerik el a munkádat, hogy ezt támogat. Neki, de. Nagyon jól esett, de hogy így mondom, egy picit olyan volt nekem az egész, mint hogyha így, hogy nekem is adna, meg valamit mi tervezünk, valamit közösen Amsterdam, amiért kell ez a parkoló. Tehát, hogy vagy pedig valami olyasmit fogok kipróbálni Amsterdam, amiért valószínűleg egy éven keresztül nem fogok magamhoz térni, és kell is, hogy nehogy addig, hogy egy ilyen a parkolóra. De most komolyan. De nagyon, és olyan tiszta álom volt. És hol ébredtél? Melyik résznél? Az ágyam. De már. Széli. Jó, de az álomban. Tehát az Amsterdamnál. Ott körülbelül, hogy a Viki azt mondja, hogy ez hát ez nagyon jó. Ez egy igazán komoly ajándék is, hogy örüljek nekem, ez nagyon praktikus a számunkra. Aha. Ezt a matricát innen le kell szedni, ráragasztod az autóra, és nem bántják egy éven keresztül a parkolóban az amsterdami repülőtéren. Hát tök menő. Szerintem nagyvonalú ajándék. Jó, ma feküdj le. Megpróbálom tovább álmodni. Gondolj rám, mielőtt elalszol, és próbál tovább álmodni. Tehát eljutsz-e Aradra, kijutsz-e Amsterdamba, betépsz egy kávésóba, elmész és eszel egy sütit, vagy szívsz egy kis hasist. Tehát, hogy abban még egy csomó minden van. Jó, most én... Piros lápás negyed ott van Amsterdamban, állnak a csajok a kirakatba, hát elmentek Mónikával körbenézni. Ezt még tovább tudod álmodni, tehát, hogy ebben még van. Na, ez az a vonal, amiről azt mondtam az előbb, hogy egy picit olyan, mint hogyha ha magára gondolt volna bele, mert én... Alapvetően én abban gondolkodtam, hogy az amsterdami repülőtéri ingyenes parkolásomat azt elcserélném valahogy a társasággal, mondjuk egy kolozsvári ingyenes parkoláshoz, mégiscsak közelebb van Aradhoz, vagy még egy bukarestivel is jobban járnék szerintem, mint az amsterdamival. Mert akkor most az Aradot kell elcserélnem valamire. Ettél valami nehezet este? Vagy volt valami kicsit, mint tudom én, túlsütötted a jutúrót, vagy mit tudom én. Nem volt. Oda égett a kamember, megégett a szejtán, kifutott a hajdina. Figyelj, csilis szójavírslit ettem, 3 csilis szójavírslit ettem, ettem hozzá csípős mit is, olívabogyókat, ilyen töltött olívabogyókat, meg egy kis kecske sajtot. Na hát, ez volt a vacsora. Valami, mondjuk... Egy könnyűnek tűnik. Igen, a borsos mustárt összekevertem egy kis bazsalékmos mustárral. Wow. Az lehet, hogy ott volt. Igen. Aha. Ott volt valami. Ott a reakcióból égtek egymáshoz dolgok. Azt írja egy hallgató, hogy Amsterdam maradt fővárosa, azért gondoltam én. Tehát, hogy ebből az álomból tulajdonképpen az derül ki, hogy földrajzilag nagyon rosszul tájékozódom, hiszen adtam egy fővárosi parkolóhelyet Arad fővárosába Amsterdamban. Nem? Tehát, hogy ez simán megtörtént. Tehát, hogy én az álmodban nem voltam annyira okos, mint az életben, és azt tudom, hogy irány Arad, parkolj Amsterdamban. Nem? Hát igen, vagy a társaságnak, tehát valószínűleg az lehet, hogy valamit adjunk már Janinak, mert jól, nézd, itt van egy utazási társaság, menjünk be, vannak ilyen borunc ajándéka, igen, nézzük, egy jó katalógus, Viki, mennünk kell már, Arad, Amsterdam, jó, legyen egy ilyen Arad évek, legyen egy Amsterdam, és akkor mennyit kell fizetnem? Na, menjünk már. Mennyi, jó. Hogy a maga világ körüli útjához kapta ajándékba az Amsterdami parkolót. Igen. Én nekem onnan indul a világ körüli turném. És akkor azt átruházta rád. Van még valami, itt ez a bet, legyen ez, ez. De ne felejtsd el egy másik olgató, hogy aki szelet vett, az vihart Arad. Hát mondjuk ez is igaz. Na jó, én hiszek a továbbálmodásban, nekem ez többször sikerül. Azért örülök neki, hogy két utat adtál, mert amikor, hogyha egyet felhasználok, akkor mindig van egy másik, tehát úgy is mondhatnám, hogy jut is Arad is. Igen. Gyerű vagy. Mit kell csinálni, hogy ma tovább tudja vinni? Hát én nekem úgy sikerült tovább álmodom sokszor, hogy fölébredtem, és kicseréltem a pelenkát magamon, visszaaludtam, és akkor folytatódott. De így, hogy fölkelek, eltelt egy nap, ez már egy kicsit nehezebb. Lehet, amikor irányítani. A mélybe az álomnál, akkor gondold végig újra ezt, hogy Arad, nem az a vár, Amsterdam parkoló, és itt aludjál. Igen, csak az a baj, hogy mondjuk vele ellentétben nem pelenkázok. Én nem a pelenkát szoktam kidobni, hanem a szivacsot magammal. Igen, hosszú az ébredés.
kérdés. Na mindegy, szóval próbáld meg tovább álmodni, hát ha eljutsz Amsterdamba. Mondom, egyébként lehet, hogy ott az éleszek a guide-ot Amsterdamban. Igen, mert Arad már megvolt. Mondjuk már nagyon régen, még a Ceausescu érában, de hogy... Én voltam szívesen, az álmodban szívesen elguidollak Amsterdamban. Nagyon-nagyon jó hely, ismerem a csatornákat, a piros lámpást, de Vikivel voltunk egyébként. Az összes kávéshopot, mindent, úgyhogy szerintem legalább álmodban nagyot mulatnánk ott. Jó, betépetlek valami füves sütével, aztán elengedlek Amsterdam utcáin, hogy bóklásszál. Van egyébként ilyen hosszú távú parkolási lehetőség? Tehát olyan, hogy mondjuk egy évre vagy hosszabb időre lesz foglal. Van. Aki fizeted, akkor tudsz állni, persze. Ez van a bécsi reptéren is, amsterdami reptéren, mindenhol meg tudsz állni. Elég kultúráltan intézik ezt. Jó. Figyelj, hozzuk valószínűre ezt az álmot. Ha bármikor mész Amsterdamba, esetleg autóval mentek, mert valami isteni csoda folytán mondjuk nekivágtok, akkor vendégem vagy az amsterdami repülőtéren a parkolás. Biztam benne, hogy Aradot fogod. Nagyon valószínűségem. Ameddig te ott állsz, ha egy hétre mentek, ha 5 napra mentek, ha 10 napra mentek, amsterdami parkolás. Na. Jó? Jó. Ez körülbelül olyan, mintha azt mondtam volna a Zsülnek, hogyha mit tudom én, bármikor elmegy Mauritiusra, akkor vendégem 2 Virgin Mojitóra, nem? Tehát ugye a büdös életben nem valósul meg, mert Zsül valószínűleg nem akar Mauritiusra menni, mert vannak izgalmasabb helyek, akar Mauritiusra menni, akkor. Hát nincs. Jó? Ha bármikor Amsterdamban mész, vendégem vagy. Akkor nekem is vendégem vagy Amsterdamban. Próbáld meg átcserélni egy kőszegi 3 naposra. Ja, nem, most úgy embernek kellene. Nem. Szeretném az álmodat valóra váltani. De akkor már, ha te adtál nekem valamit így a jövőben, én is akarok adni neked valamit a jövőben. De én nem álmodtam be. A jubileumi 10. túrátokon, amikor együtt mentek fel Vikivel és Benivel gyalog a Szádvári vár romjaihoz, igen, hogy megnézzétek az állagmegóvási munkákat és az aktuális feltárásokat, tehát a 10. ilyen túrán, gyalog túrán még egyszer, amit 3-asban töltötök el, fölleviszlek téged a hátamon. Ez melyik vár? Rohadt nehéz lenne egyébként, a Szádvár Magyarország északi részén van, nagyon szép, nagyméretű romok, és te a büdös életben nem fogsz oda fölmenni. Legyél bátor, mondjál 5-öt. Büdös élet, de ha 3-at mondod, se fogom beváltani, soha annyira nem érdekelnek ezek a robok, hogy kíz szenvedés nekem ennyire felmenni. 3-nál azért megcsinálnál. Ha arra járnék egyébként, mindig lefotoznám magam, hogy most megint az egy elég meredek kaptató, de hogy... Kocsival föl lehet menni? Nem. Akkor nincs félnivalód. Semmi félnivalód nincs. Hogy én nem kaptatok oda föl a hegytetőre, a semmiért, az biztos. Jó, szóval ha 3-szor, akkor a 4-et azt viszed a hátadom. Viszel a hátadom. De ugyanezt felajánlottam egyébként Feri 10. maratonjára is. Ja, nagyon jó, hogy akkor végig futni. A Feri első maratonjára is felajánlhatod ezt egyébként egészen nyugodtan, vagy akár az én első maratonommal. Egyébként az első maraton picit túlsúlyosabbak, mert pont tegnap olvastam egy úriemberről. Képzeljétek el, hogy 5-szörös amerikai sumo bajnok az illető, és 156 kilósan futotta le. De. Az első maratonja. Az ízületeivel, vagy mi végig görög? Hát nem lehet százni. Nem, ez egy amerikai. Végig török. Nem végig, az első részében török volt, utána albán, és mire visszaért, már azt hittem arra, hogy kész. Szerintem csak az elején görög, végig nem görög. Ha 156 kiló, vagy még ha szintiszta ízom se tudsz. Hát már pedig nem, mert hogy ugye szumosról van szó. Kicsit zsírosak. Hát azt így legyalogolod, lesétálod, lefutkározod inkább, tehát azért az a megnézzünk a részidejét, akkor egy ilyen 8-10-12 óra alatt szerintem befordult a 21. kilométerre, ráfordult, úgyhogy az 151 kilóval azért nem vagy fürge. Igen, nem? Mondom, ha ízom, akkor se, de én meg főleg. Nem egy klasszikus sprinter alkat. Nem. Gyalogolva ér? Hogyne. A 42? Igen. Tehát amikor ilyen maratont indítanak, akkor azt mondom, hogy én tempós gyaloglással végig viszem, hogyne, engem megvárnak a végén. Van egy szintidő, tehát van a végén egy ilyen autó, ami azért van, hogy lezárja a mezőnyt, aha, és hogyha az autó utolér, akkor elveszik a rajtszámodat, és akkor felülsz az autóra. Ki ez, aki oda mer jönni, amikor én gyalogolok rajtszámot elvenni? Kevés megalázott dolog van, mint a 30. kilométer betessék el egy autóval, letépik a rendszámot, igen, és beültetnek az anyósülésre. Mert utolért az autó, ami rükkfercbe megy, 2-vel, hátrafelé, egy vaksofőrrel, tudod. Tehát, hogy az kemény. Jó, altatjuk még a tervet, az én maratonomat. Na,
Na jó, játékunkkal mi a helyzet? 2-2, nem állunk olyan nagyon fényesen. Azt vártuk, hogy a visszaért, kipihent emberünk odacsap legalább egyszer, és akkor már 3-nál fordulunk. És ez egyelőre nem jött össze? Nem történt meg. Elmaradt a nagy boom. Fel. Ami azt jelenti, hogy még egy döntőt kell ma játszanunk, bárkinek is egyébként, de ha a hetet illene hozni, mert hogy ugye múlt héten... Hát igen. Hát ugye? Hát ugye. Igen. Úgyhogy lehet jelentkezni játékra elsősorban időseknek, gyerekeknek, újszülötteknek és olyanoknak, akik nagyon izgulnak és rosszul játszanak. Jó, velük szeretnénk játszani. Fél hét múlt egy perccel, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 9 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Egy-két SMS még korra reggelről, hogy beszéltünk ugye tegnap egy sorozatról, és kértem, hogy írják meg páran, hogy megnézték-e. Nagyon sok SMS jött. Hogy örülnek neki, hogy ajánlottál filmet, vagy nem? Szeretnék, igen. Köszi Balázs, tegnap este 8 rész sikerült abszolválni. Jöhetne majd újabb ajánlás. Igen. Nem gyenge, igen. Én is sorozatfüggő vagyok, tegnap este megnéztem az első részt. Nagyon jó, köszi Balázs, megvan a hétvégi program. Írja Bali, a férjem nem biztos, hogy örülni fog neki. Bali közfos volt a film. Hát van ilyen. Van ilyen is, igen. De sokan rákattantak. Ugye ez a Kevin Bacon és Following, erről beszéltem tegnap, hogy ez egyrészt láttam, de jónak ígérkezik ez a kis sorozat, ahol Kevin Bacon a rendőr. Mérnek a rendőrök az M1-es autópályán 87-es kilométerénél a Budapest felől érkezőket messzelik le, ezt azt írta nekünk. Rengeteg jelentkezés a játékra, és Mátra szerén egy fok van már csak. Ezt Laci küldte nekünk. Na, a játék pedig elég meleg, mert hogy ugye 2-2, ugye? Tehát mondhatni nem állunk túl jól, és azért is nagy a tétje, mert ha ezt is elveszítjük, akkor már a második hetet bukjuk el megint. És romlik a statisztikánk. Nem hangzik túl jól. Igen, és ugye a második hétre már nem tudok faragni olyan dolgot, amire így lehetnek kapaszkodni. Már nem. Hát, hogy adtunk egy hetet gyerekek, mert jó fejek vagyunk, a kettő elvesztett után nagy baj. Nem, ott vége van, igen. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, hello! Jó reggelt! Te ki vagy? Pista bácsi vagyok, jó napot kívánok! Pista bácsi, hello Pista bácsi, honnan hívsz minket? Én jelenleg Megyeidről hívom önöket. Ó, Pista bácsi, mi mindenkivel tegeződjünk, hát hadd ajánljam én ezt föl, bár ugye ez illem szerint az idősebbnek illene, de hát ez egy ilyen tegeződős műsor. Persze, persze. Isten éltesen sokáig, olvasom, hogy ma van a születésnapod. Nem ma van, hanem októberben lesz majd. Ja, hát addig nem beszélünk. Hát ki tudja, hát akkor mi már most fölköszöntünk. Hányadik Pista bácsi? Ó, gyerek, mindenki már 86-dik lesz. 86-dik. Hú, gratulálunk, ez a szép kor. A kutyafáját. Hát igen. Ez valahol Szombathely felé van, ugye ez a település? Igen, igen, ez arra felé van. Én nagyon picikám, mint a Borsen akkorán. Úgyhogy persze itt vagyunk most. Kicsit olyan, mintha Fábri Sándor bolckodna, és idős Annot hozna, nem? És betelefonált volna Pista bácsinak álcázva magát. Hát, én Csanika, nem vagyok én az. Kicsit győzés is egyben. Oké. Okay. Na, Pista bácsi, kivel szeretné játszani? Hát ez egy fontos hét, mert hogy ugye bukóra állunk, nem tudom, tudod-e, vagy követed-e, vagy hallgatod-e a műsort, úgyhogy nem mindegy, hogy ki játszik. Igen, hallottam. Hát én nekem az a Balázs gyerek, én maga, az jó lesz itt nekem, vagy te jó leszel Balázsom. Gyerekek szivatnak minket. Biztos, hogy kamu. Igen. Biztos, hogy kamu. Hát biztos, hogy nem vagy te jó. Jól hozod. Jól hozod. Hát, hát már kikérem magamnak, hát Balázs, hát... Valami nem stimmeli, gyerekek. Valami nem stimmeli. Itt valami nagy kamu van. Na jó, oké. Okay. Játszunk akkor, jó? Aztán megpróbálunk rájönni közben, hogy ki vagy te valójában. Oké. Okay. Rendben van. Na, mehetünk akkor? Igen, persze, mehetünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, mióta hallgatod a műsort?
Hát én ezt lőköm, én már reggel óta, amikor felébredtem, akkor megkapcsoltam a rádiót, és azóta, hát a 6 óra után lehetett, ezt nem tudom pontosan. Már akkor vége is a játéknak. Nem tudom pontosan. Ó, hát észre se vettem! Észre se vettem! Annyira hangra koncentrálok. Annyira agyaltál, hogy ez vajon ki. Igen, hogy te most vajon alapjából ki vagy. Az ismert a parodistát. Ki hozza ilyen jól ezt a szerepet? Ott volt egy tiltott szó. Egy tiltott szó volt ott, Pista. Hol is volt? Nem tudom pontosan. Azt mondtad, hogy nem tudom pontosan. Igen. Mivel érhetjük el azt, hogy visszaváltoz azzal, aki vagy? De, ha jól számolok, akkor 1927? Igen, igen. Hát, atyaisten! Atyaisten! Az 1920... Az már régen volt, nagyon régen volt. Azt írja nekünk Anna, hogy májusi vagy, ugyanúgy, mint én. Októberi. Hát na, most akkor melyik? Most akkor melyik? Jó. Hát akkor csillagom, rosszul értett, hát október. Több tippem is van, hogy ki ő egyébként, vagy ki lehet, kire hasonlít még a hangja. Kicsit dévény is, nem? Egyébként. Tibi bácsi. Tibi bácsi, vagy Tibi bácsi nagypapája is vagy egyben. Jó. Igen? Mondom, hát előbb Fábris Annyi voltam, most még dévény is által, hát ezek a Sándorokkal hasonlóknak előre. Dévény is Tibi. Igen. És Pista bácsi, mi a település? Ezt még egyszer legyen szíves, vagy légy szíves? Megyehíd, igen, Szombathelyi település. Nem, hát, nem, nincsen, adjunk azért egy ajándékcsomagot Pista bácsinak, hát most, nem? Hát mégiscsak a korára való tekintettel, nem? Hát, arra lehetne, ne. Csak nem ez a kora. A játék után nem jár, de megelőlegezett születésnap ajándéként. Jó, egy megelőlegezett... Hát, nagyon megköszönném. Egy megelőlegezett szülinapi ajándék, jó? Nagyon szépen köszönöm, Baláska. Ne, ez most a Jani volt, aki ezt így megalkotta, vagy kitaláltam. Akkor csókoltatom a Jánosunkat. Kicsit kezd már tisztulni a hangod az ajándék hallatán. Igen. Ez nem, ott van Zalakaros mellett ez a megyehíd, ugye? Zalakaros, hát az a szomszéd megyehíd, nekünk az a Zala. Ez Vas. Hát vas, beugratod, megpróbáltad, nyomozol? Jó, nézd, elhisszük. Egyébként a hangot sokszor olyan, mintha igazi lenne, aztán a hangot sokszor olyan, mintha... Hát, lölköm majd, hogyha hány idős teszel, akkor kíváncsi leszek a te hangodra, és általán jön ki valami. Egyáltalán tudok-e majd beszélni? Igen, ennyi idősen. Oké, küldünk neked egy ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen, drágáim. Oké, köszönjük, ciao. Visszahalt, sziasztok, elő. Igazi volt? Dehogy is. Nem volt igazi? Kamu volt. Tessék? Azt mondja, Anna nem tudja. Nem tudod? Szerinted kamu volt? Volta. Hát én ezt most nem tudom eldönteni. Mi volt ez? Vaj volt a tájsz. Mi volt ez? Nem tudom, nekem is ugyanígy beszél, de hát most felveszem az adatait, megpróbálom kiugratni a nyulat a bokorról. Mondd, hogy kell az igazi születési dátum. Küldje már egy személyigazolvány. Így vette fel egyébként elsőre. De mit ír? Mi volt az SMS? Hát, hogy mielőtt eljön érte a kaszás, szeretném még veletek játszani. Már kicsit ilyen. Á, nem hiszem, nem. Itt valami nem. Szeretem az ilyen őrülteket. Hát figyelj, én is. Azt írva, aki Szántó Öcsi bácsit jól elintézte. Ja, igen, kicsinált. Már vártam, hogy a kokkónak a bal egyenes. Nagyon hiányzott ma este. Ez a csetegi, ez mindig felhúz. Mondjad? Hallgat benneteket, nagyon képbe volt. Nem tudom, néha úgy gondoltam, hogy igazi, néha úgy gondoltam, hogy nem. Beszéltettem. És? Mi lesz ma a program, Pista bácsi? Hát, kimegyek, nálunk is süt a nap. Jó idő van. Én kajálom egyelőre. Én inkább arra hajlok, hogy szerintem eredeti volt. De voltak ilyen furcsa hangkordozások. Na jó, 7 óra lesz, pontosan 1 perc múlva jövünk a hírek után. Jó reggelt kívánom mindenkinek, 7 óra, amúgy pontosan 14 perccel már itt vagyunk. 64-es főút, Enyingen és Bozsókon három helyen is kint vannak a rendőrök, autóval is, gyalogosan is, úgyhogy mindenki menjen óvatosan. Ilyen könyves náni. Aztán Trafidiósdon, a 7-es úton, a Sashegyi úti körforgalomnál polgárőr fehér vitarából méri az Ért felé haladókat Üt Pistabának. Ma te küldte nekünk, valamint Kalocsán az ÖNF kútnál egy fehér transzporterből szintén mérnek, üzeni MEP. Ez érdekes, mert sokan találgatják, hogy most igaz volt-e Pista bácsi, vagy nem volt igaz, hogy minket most átvágtak, vagy nem vágtak, vagy megvezettek, vagy nem vezettek meg.
Lehet, hogy a Bohóc volt, aki tegnap ugye telefonált, ezt Zoli írja. Valaki azt írja, hogy, hogy csúnyán meg lettünk vezetve. Nem tudjuk igazából, nem? Hát nem. De jól hozta. Ha ügyes, ha nem ő volt az eredeti, vagy nem volt eredeti, akkor viszont jól hozta. Nem éreztünk meg ingást. Tehát, annyi van, hogy Szombathelyen állítok, hogy nem süt a nap, hanem esik az eső, vagy éppen pont fordítva. Bukta. Tehát, hogy valaki megírta, hogy Szombathely közelében nem olyan időjárás van, mint amit Pista bácsi mondott. Na, hát ez még nem annyira meggyőző. Sokszor előfordul, hogy itt is Kispesten más idő van, mint itt bent Népligetnél, úgyhogy ez még nem annyira bizonyítékértékű. De mindegy, ügyes volt. Ha. A lölköm az például nem jó mondta. Az a lelkem, ugye, de tájban azt lelkömnek mondod, lölkömnek nem mondják sehol. Lölköm? Lölköm, és egyébként meg nem beszélt ővel, tehát nem volt a szögedi tájszólása, és lelköm úgy szólt volna jó. Tehát itt már én éreztem, hogy ez valami stimmel. Igen. Igen, csak az zavar, illetve nem is az, hogy zavar, hogy ha utólag elmondja, akkor oké, benyaltuk, de én most nem tudom. És ez így idegesít, hogy nem tudom. Érted? Aha. Most azt szerintem bárki tud ilyet bekamuzni. De hogy tudod? De nem tudsz ennyire jó öreg lenni. Mert ő azért jól hozta, amikor megkérdeztem, hogy mennyi. És ugye az évet is jól számolta ki. Mert én a jó évet kérdeztem a 1920-on, nem tudom, és azt mondta, hogy igen, és az tényleg a jó év volt. Mit mondott, hogy 86 éves? Nem tudom, de hogy én akkor azt visszaszámoltam, és kijött, igen. Igen. De akkor az 1930 valamelyik. De nem, baj, 1927. Nem, de akkor... Nem, az stimmelt. Igen? Az stimmelt, igen. Igen, és direkt úgy kérdeztem, hogy 26 vagy 28, hanem 27, és arra azt mondta, hogy igen. Na mi van? Fölvettem az adatait, nem esett ki a szerepéből. 96-90? Nem, ami gyanús volt egy picikét, hogy azt mondta, hogy a fiának a lakcímét adná meg, akit annyit elerőadt, hogy Balázsnak hívnak, lényegtelen, tehát nem a saját nevét mondta, és ahhoz mondott egy lakcímet, mert hogy ő annyira idős, hogy az neki be kellene mennie Szombathelyre, azt oda már nem megyek be. Gyerekek, lehet, hogy ez működött. Nem tudom. Nem, működött. De én is gyakszol. Hogy nem igazi? Nem, hogy kamu. Ja, hogy kamu. Tehát neked is megszólalt a kamu jelzőn? Persze, a faterom már szólt, igen, már vártam a hívásotokat, lehet, hogy valami kis... Szól majd akkor a Balázs fiának, hogy mondom, hát tudja a Balázs. Na jó, te beszéltetem, de nem. Hát nem tudom, fiúk. Minden cuki volt, kész. Én megkajáltam, igen, egyébként. Igen, de aranyos volt. Én el akarom inni ezt a történetet. Na várj. Nem hallja. Halló. Halló, Balázs, újra, hello! Jó napot kívánok, lölkeim! Lölkeim! Jó reggelt! Csak újra! Lelköm! Játsszunk megint! Tessék? Játsszunk megint! Nem, csak akartalak még kicsit beszéltetni, hogy meggyőződjek arról, hogy igazi vagy nem. Mondjad, Pista bácsim! Tessék! Mondta az Anna, hogy nem tudsz bemenni Szombathelyre, vagy hogy nehéz a nyeremény átvétele? Azt mondta az Anna, hogy kicsit... Hát én megyek már Szombathelyre általában, ugye, kórházba, ide-oda, azt azért mondtam az drága anácskának, ugye, mivel, hogy Magdikán már nincsenük, már szent lélekezágát, ezért ugye nem tudok, nem tudom, és ezt mondtam Magdikának, vagy Magdikának, anácskának. Mióta hallgatsz minket egyébként? Régóta? Már az előző rádiót is hallgattad? Előző rádiót, igen, de hát az úgy megölegedett, hogy le kellett cserélnem az előző, mert most már az jobb van. Mesélj meg egy picit a gyerekkorodról, hogy milyen volt, hol nőttél fel, mit csináltál? Hát az igazság, hát én itt nőttem fel, még egy mellett, hát sok mindent nem csináltam, kivittük a tehenáket, aztán őrizt nem kellett, hát én kívül se egyója. Volt egy kis folyónk itt nekünk, abba fülöttünk sokat. Egy kis folyóban? Melyik? Gyöngyösnek hívták ezt a kis folyót. De miért hívták már? Ki apadt, vagy elapadt? Hát most is úgy hívják, biztos csak régen voltam arra. Hol tanultál, vagy hova jártál suliba? Itt volt nálunk egy icipici kis iskola, aztán oda jártam én már. Egy icipici kis iskolában, egy icipici házikóval a rét közepén, mi? Igen.
És hol voltam, hogy 56-ban? Mit csináltál? 56 volt. Jó, hát az komoly dolog volt, gyerekek. Hát akkor arra inkább nem is szívesen beszélünk, hogyha nem volt. Hát az egy nagyon komoly dolog volt valójában, de egyébként tényleg így van. És na jó, Pista okay. Bácsi, a Balázs fia mennyi idős? Megkérdezhetem? Balázs az most 43 körül van. 43 körül? Igen. Uh-huh. Kicsit későn kezdted a gyerek hát, gyártás, de... Hát a millió mag sokáig alál. Ez igaz. Jó van, Pista bácsi, elintézzük, hogy megkapd az ajándékot, jó? Nagyon szépen köszönöm, gyerekeim. Vigyázz magadra, jó? Lölkeim, jó egészséget neked, hello. Sziasztok, aranyos kány. Jó egészséget. Soha nem hallottam még egy férfi, azt mondta volna, hogy aranyos kály. Na tessék, szavazzunk, na? Ki mondja, hogy kamu? Kamu. Kamu mi? Szellemes, helyes arany, ez kamu. Full hülyének vagy. Full hülyére lettünk éve, nem? Kamu? Biztos, igen, kamu, persze. De jó, egyébként jó. Egyébként tényleg jó. Na jó. Mindenki nyomoz Pista bácsi után, és találgat, hogy ki lehet. Ugye a titokzatos öregember, aki betelefonált a Fekete-Fehér Igen Nemre, és hát a fél ország most azon rágódik, hogy igaz vagy nem igaz. Hívjuk meg adásban, menjünk le, már valaki felajánlott, hogy fölhozza, most oda megy, megnézi, mondja meg, hol van, felszedik, stoppal felhozzák, minden van. Tehát az ország egyik fele hisz Pista bácsinak, a másik fele azt mondja, hogy kamu, kapjuk el Pista bácsit, leplezzük le, jöjjünk rá a csalásra, és vegyük vissza az ajándékcsomagot. Vagy legalábbis próbáljuk meg leleplezni. Mindegy nekünk, de mi is örülnénk, ha tudnánk, hogy mi az igazság Pista bácsival kapcsolatban. Most inkább arra hajlunk, hogy kamu, ugye? Aha, kamu, kamu, kamu az öreg, erősen. A másik pedig ugye, hogy Róka van hol? Tatabányán most éppen. Ugye ezeket az állatos híreket mi nagyon szeretjük, kedvesek, aranyosak, bemennek a városba, kicsit körbenéznek, vegyülnek, aztán tovább mennek. És nagyon sok SMS jött, hogy hol, mi van még. Róka van Esztergomban a Piac utcában, nehogy belépjen valaki, én raktam oda. És Szombathelyen a március 15-et éren őzet ütöttek el. Ez na, is megtörtént. Az őzet itt van, tessék. Tatabányán lakom, az Ifjú Munkás út 30-ban. Ifjú Munkás út 30, azért az megvan. Ifjú Munkás út 30, nagyon jó. Róka ült a lépcsőház előtt, írja Gábor. Baján, igenis vannak nyuszik. Írja egy másik hallgató. Nagyon csinosak, a Sétál utcában, sétálnak, írja egy hallgató. És ugye mondtuk, hogy felhívjuk a mi drága Gyuri bácsinkat, aki viszont igazi Gyuri bácsi, ugye? Ő egy igazi Gyuri bácsi. Hát, ezek után. Igen. Ki tudja. Aki őrzi Gyulát, őrzi a határvidéket, vigyáz ránk, minden állat szakértője. Mindig csinál valami izgalmasat, járja a vidéket, és figyeli a románokat. Nem utolsó sorban, ugye? Figyeli a románokat. Kengurut, medvét és románt. De leginkább egyébként román, ugye? Itt van velünk Gyuri bácsi. Gyuri bácsi, jó reggelt, hello! Hello, szevasztok! Gyuri bácsi, hát ezer éve nem beszéltünk. Hát régen találkoztunk, régen beszéltünk. Igen, hogy vagy? Köszönöm szépen, nagyon köszönöm szépen, rendben van minden. Erre is van Róka, na. Őzike is, minden van itt. Róka őzike, tehát inkább az erdőben, mert az erdőt járod, ugye? Nem, benn van itt az erdőben, van itt bent, közel a város szélén is van Róka. Nálunk is van Róka, nálunk családtag a Róka. Családtag a Róka, bemegy a kertbe, vagy bemegy a lakásba, vagy ott nem, van? Nem, bejön a tyúkokhoz. Ja, hát azt szeretik, nem? És ősszel tudod bejön, ősszel rászokik. És akkor itt a szomszédokban végig megy rajtunk, itt vagyunk közel hárman. Már az első szomszédnál itt közvetlenül Gombozolinál nálam a jelenkezett, hogy már jön neki a libája, ő neki van libája. Nekem most nincs libám. Biztos jobban ízik neki a libahús. És elvitte a libát a Róka? Elvitt egy jó párat, nem is egyet vitt el, többet vitt el. És Gombozoli mit csinál ellene? Hát nem tud, ő pedig nagy vadásztát. Lesi, figyeli, de még nem hallottam durrani a puskát. Úgyhogy ravaszabb a Róka, mint Zoli. Kilőhetné egyébként? Tehát szabad? Persze, miért lőhetnék egy duvad. Na jó, de városon belül? Nem, ez városon kívül van, táblán kívül van ez. Hogy megy át a kerítésen? Átássa magát? Vagy kifigyeli a járatokat? Tanál az lyukat, kifúrja, tehát bemegyen.
olyan okos, mint amilyen közmondásos az, hogy ravaszarók? Ravaszabb. Igen. Túljár az embereknél sok esetben. Te már lőttél rókát, Gyuri bácsi? Fogtam persze. De... És ez vigyázni kell rá, most bent a városban azért vigyázni kell rá, mert a róka is harap azért, hogyha megszorítsák, tehát meg akarják fogni. Hagyni kell. Egy az, hogy bolhás, koszos a róka, nem egy tisztálat nagyon. Tehát hagyni kell a vadászoknak, meg arra illetékes személyeknek, hadd fogják meg azok. Uh-huh. Meg veszett is lehet. Hát az is lehet, de ritkán van, de lehet az is. De akkor hogy fogtad meg? Azt mondtad, hogy nem lőttél, fogtál. Urokkal, kézzel, kesztyűbe, nem. Jött a tyúkokhoz sűrűn, azt akkor kitettem a húrkot. Ez mindig, hogy belelép ilyenkor, vagy ez mit jelent? Hát belement így, belement, uh-huh. Azt megfogta a húrok, tehát... De ez ott is sokára, tehát érzi az ember szagot mindent, tehát nem az, hogy kivon a hurokhoz, belemegy. Ez ravaszka, ugye? Ravaszám, nagyon-nagyon ravasz. Hát kent be tyúkkal a hurkot, és önkor. Elvitte tavaly a kacsánkat, elvitte Gyöngyit, vitt el. 26 tyúkból a családnak csak 8-at hagyott, képzelni. Az igen. A többit ő érte meg. Azt a mindenét. És ezinkor tudjátok, hogy egy róka vagy több róka jön? Nem, lehet ezt tudni, tudod, éjszaka jobban bejár. Ez másabb, nem tudom. Tehát mi nem tudtuk meg, de azt tudtuk, hogy róka. Tehát nappal is elviszi, lehetett látni nappal a rókát. Tehát meg ilyenkor ez van. Ősszel már kezd hűlni az idő, minden. Tehát nincs úgy kisfátánk is jó. És a vadállomány ugye jobban vigyáz, tud vigyázni a nagyobbja. És akkor ilyenkor... Meg szelídek, nincsenek bántva. Aha, így elszemtelenednek. Így van. Na és mi a helyzet a románokkal? Minden oké? Vigyázol ránk? Persze, már most nem jár, nem hozzák a hátizsákot. Nem hozzák a hátizsákot? Nem, hátizsákot. De mi letették, vagy mi? Hátizsák nélkül jöttek. Hallgassák a rádiót, ők is a szót. És mikor fogod utoljára Gyuri bácsi románt húrokkal? Azok még nem is elkezdnek úgy, de olyan ezt kitesszük azoknak. Gyuri bácsi, tessék kirakni a hurkot, tehát hogy rakti abszolút. Ne vicceljél. Figyelj, Gyuri bácsi, nem hallgatod véletlen a játékosunkat? Nem voltál most rádió közelben? Nem voltam most, nem. Mi volt? Betelefonált egy magát 86 vagy 85 évesnek mondó Pista bácsi, és szeretünk volna tőle tanácsot kérni, hogy ő szerinted valójában idős emberrel beszéltünk, vagy megpróbáltak minket megvezetni. Mi az utóbbira hajlunk inkább. Igen. Tehát meg akartak vezetni benneteket, hogy az a másik korozát idős ember. Igen, de közben... Lehetett egy fiatal is. Tessék? Lehetett fiatal ember is. Hát vág az össze, Gyuri bácsi, pont. Hihetetlen. Ilyenekben kell a határszélre látod. És miért volt szó? Tessék? Idős bácsi, mire akart titeket rávenni? Semmit, idősnek adta ki magát, hogy fölhívja magára a figyelmet, mi felhívjuk játékba, tegyük, játszunk vele, és nyerjen egy ajándékcsomagot, ugye, mert mindenki mindent megtesz, hogy bekerüljön a játékba. Igen. Így próbált ő meg valószínű bekerülni. Hát akkor most ő ki van licitálva a játékcsomagból. Ő most ki? Egy kicsit tegyétek a sor végére. Mivel telik a mai reggeled? Mit csinálsz? Piac, vadászás? Nem, most van, méheim vannak, tudod? Méhek? Méhek vannak, és ha jó idő lesz, kezdem őket beteleltetni. A mit jelent? Mit kell csinálni ilyenkor? Hát ilyen tetejét betakarni, tudod enni valahogy megnézni, hogy van-e elengedni nekik is, hogy tehát nyugodtan tereljenek ki. Hmm. És mivel élnek itt télen a méhek? Hát mézet hagyunk benne, meg ilyen cukorbúj csinálunk, cukor, méz összekavarva, lepényt, tudod, a gyógyszer esetleg bele, ha szükséges, de nem szükséges most. Ja, antibiotikum, aha. És ebből te utána mézet csinálsz, és mész árulni, és eladod? Hát nem árulom, most a tavaly nagyon rossz volt a tél, mert kipusztult 17 családom, kevés maradt. Most újra fejlesztem felfele őket, tudod? Aha, mennyien vannak egy családban? Mennyien vannak, nem tudom, hát ez változó, tudod, hogy mélyek erősségétől, a család erősségétől. De nincsen minden reggel létszám ellenőrzés? Nem szoktam, már gondolkoztam rajta, hogy sorba állítom, mint én honvédségnél álltunk ott a, tudod, a futballpályán sorba. Az alakulón téren. Ja, nem tudok rájuk vasisakot szerezni. Minek nekik a vasisakot? Hát vegyél rájuk vasisakot. Nekünk is volt. Persze, a nem egyszerű. 24 hónapig nekünk is volt, akár, hanem a hátunkon. Meg a pakancs. Pe-
ez? Hát arról ne is beszéljünk a súran, arról. Figyelj, és ha szemtelenkedik, akkor mehet a futkosóra. Tehát ó, ne, ne szórakozzál velük, csak keményen. Keményen. Jó messze van oda lenti. Igen. Gyuri bácsi, vigyázz magadra, ha állattal történik bármi ebben az országban, mi csak téged hívnánk továbbra is. Jó, 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 köszönöm szépen. Imádunk, szeretünk, jó egészséget neked, Gyuri bácsi. Nektek is, hallgatóknak is, nektek is. Köszönjük, szavattok. Gyuri bácsi, köszönjük szépen, hello. Hát ő, őt még mindig imádom. Őt még mindig imádom. A flóra és a fauna a legnagyobb tudor. Gyerekek, Gyula megmentője, a határvidék figyelője, nem? A legnagyobb román elkapó. Akitől retteg mindenki. Méhészet, vadászat, róka. Illegális határátkelés mindenhezért. Minden, mindig ott van. Szerintem minden a pálinka főzést is ide sorolhatod. Így van. Igen, nagyon Gyuri bácsi óriási. Na jó, megnézzük, hogy ki a mai első játékosunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Na nem első, már második egyébként. Halló, jó reggelt, magamnak mondtam. Halló. Kinek, kinek? Ne szemtelenkedjük. Ki is? Most nektek, nekem köszöntetek, vagy saját magatoknak? Nem köszöntünk senkinek. Én mondtam, hogy már nem az első játék, hanem a másik, de mindegy. Hello Zsolt, jó reggel. Hello, itt vagyok. Most neked. Na, ez már te voltál, igen. Igen. Zsolti, honnan hívsz minket? Hát én Somogy megyéből hívlak benneteket. Nem, mert te is gyanús vagy, basszus. Már mindenki, ma reggel nekem már mindenki gyanús, tényleg. De semmi gyanúsat nem mondtál, de gyanús vagy. Igen, Magyarország leghallgatottabb rádiójában. Örülök, hogy be tudtam magam küzdeni. Már csak azért is a leghallgatottabb, mert nincs több. De vannak még rádiók. Á, hát, de itt lent erre határfele, meg az ország szélén semmit nem lehet hallani. Nem tudom, hogy ez most dicséret volt-e, vagy nem. Tehát, hogy azért a leghallgatottabb, mert nincs, vagy azért a leghallgatottabb, mert jók vagytok. Tehát most nem tudom, hogy adtál, vagy inkább elvettél. Hogy hát én nem is tudom, én valahol középen vagyok. Tehát nem, nincs választék. Van egy Kossuth, van egy Petőfi, és van a Klassz FM. Ahogy te dicsérsz, úgy sem. Köszönjük. Háromból elsőnek lenni, az sem rossz. De mi is örülnénk, ha lenne konkurencia, hiszen a valódi teljesítmény akkor mérhető, ha van konkurencia. Tehát mi ezt nem tudjuk hangsúlyozni. Hogy ne? Nem vagytok ki olyan nagy örvendők. Nem vagyunk mi nagy örvendők. Mi van ma hallgatóink a gyerekek? Milyen jó fej vagy. Nincsenek CD-id otthon? CD-jén, de vannak itt, van össze vannak törve. Akkor miért nem hallgat zenét? Hát akkor... Hát akkor ne kínozd magad velünk. Rossz. Nem kínozom. Ti kínlódtok velem. Dehogy kínlódunk, dehogy ne. Nem? Egyszerű ember vagyok? Ezt se én mondtam, mi egyébként parancsolok. Mi van, majd gyerekek? Én csak kérdezek. Én ezt nagyon szeretem, de innentől kezdve kezdem szeretni a beszélgetést. Aha. Mivel foglalkozom? Én van kettő cég, ahol dolgozok. Uh-huh. Az egyik az naptárokat készít a Tüncinek, a másik réglen ugyanezt Fehérneműben, szintén neki bedolgozók vagyunk. Uh-huh. És most szeretnék nyitani még egy... Megértem, hogy frusztrált vagy. Igen, ezek után a Tüncinek én raptárt gyártanom, én is ki lennék. Nekem is van sarad. Igen, csak azt most nem akarom előhozni, és most pedig minden olyan embernek szeretnénk programokat, hétvégi programokat és nyáriakat készíteni, akit úgy hívnak, hogy Benny. Aha, hazudnék, azt mondanám, hogy értem, hogy miről beszélsz. Jó, mindegy. Ne hazudozzál. Játszunk, én azt mondom, jó? Mert ez már most már egy tök bonyolult reggel. De úgy megbukok. De valószínű. Egyébként, de hogy ez nem baj. Maximum nem lesz ajándékcsomagod. Ez egy nagyon nehéz reggel nekünk. Állhallgatókkal, magukat idősnek kiadó, nem tudjuk hova tenni a hallgatók, veled. Tehát nem egyszerű most ez nekünk. Nem egyszerű. Na figyelj, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, szokott menni a játék egyébként? Ki szoktad találni? Hát nagyjából van, amit kitalálok, van, amit egy napig se tudnék kitalálni. És valószínű, ez megint olyan lesz. Uh-huh. Oké, Zsolt, figyelj, mutatjuk akkor az éneket, jó? Ez nagyon kevés volt a tegnapihoz képest. Tegnap is hallgattál minket, ez mazoista vagy akkor, ha kínzod magad. Igen. Mutassunk még egy részletet, vagy ugyanezt még egyszer? Hát nem, még egyszer próbáljuk meg, de rendesen, tehát azt a két másodperces hosszúságot, amit lehet hallani, olyan jó ez a kakas kukorékolásod hátul. Két másodperc, figyelj, kettő lesz, jó? Figyelj, indítjuk. Egy, kettő. Na, egyel hosszabb, menjünk egy számmal beljebb. Egy számmal beljebb, akkor kivettük a bögrét, jó? Vegyük ki. Igen, ezt kivettük, mutatjuk. Azaz. Igen. Mostanában elég sokat játszunk. Igen.
És magyar sem. Az nem. Akkor nem. Akkor ez nem fog menni. Nem fog menni? Nem. Nincs meg? Megmutatjuk az eredetit, jó? Figyelj! Aha, igen. Elég sokat játszott mostanában, azért hittem benned, hogy meg tudod csinálni. Hát én gondoltam, hogy ha ez valami külföldi csinálom, akkor gyerekek már nincsenek itt a környéken, de egyedül maradtam bent az irodába, úgyhogy én meg nem vagyok erre kapacitálható, én gyenge vagyok ehhez a muzsikához. Gondoltam, hogy valami ilyesmit kapok, egy olyat, ami lehetőleg legnehezebb. Ez megint a paranoia, ami szól belőle. Hát miért gondolod azt, hogy te kapod a legnehezebbet? Hát sem tudjuk, hogy kinek mi a nehéz. Hát én vonzom a negatívomokat. Igen. De hát egy kicsit gondolkozz pozitívabban. Küldünk neked akkor, hát ajándékcsomagot nem. Egy jó rubirózt a következő órára, ahogy látom. Zsolti, köszi! Oké, köszi szépen, sziasztok! Hello, ciao! Gyerekek, mi van ma? Mondjátok rosszul ébredt az ország. Mondjátok meg, mi van ma? Mi történik velünk ma? Én ezt imádom. Péntek van, jó idő, süt a nap. Hát, amikor 20-a van, már fizu megcsappant, az ilyenkor benne van egy ilyen fordítás. Ezeket a műsorokat szeretem igazán, amikor kicsit furák, kicsit más minden, kicsit az egész olyan nehezen értelmezhető, de hogy ezzel nincs baj. Hát van egy évben 340 játékosunk, akkor egy-egy ilyen belefér. Ezzel, igen, ezzel nincs baj. Adni szeretnénk, nem elvenni. Én bocsánatot kérek, de nem derült ki számomra, hogy ő ennyire negatív. Én vele nagyon negatív. Aranyosan, kedvesen, nagyatádról elbeszélgettünk mindenről. De nem volt negatív. De negatív volt borzasztóan szerintem. Engem idegesített, és most föl fogom hívni, mert van külön nyereménye. Na, hát akkor beszélgessünk. Hát, akkor beszélgessünk. De tényleg nem volt ilyen. Tehát, hogy miért lett ilyen ő adásban? Jó, mert gyerekek, naptárakat csinálok a tüncinek éjjel-nappal. Nem erről van szó. Figyelj ide. Neo FM-et hallgatott, szerette a bumerángot, megszűnt a bumeráng, nincs Neo FM, sajnálja, viszont kell neki egy ajándékcsomag, és betelefonál egy olyan rádióba, amit kényszerűségből kell, hogy hallgasson, és kicsit elmondta, hogy ő egyébként régebben Neót vagy bumerángot hallgatott. De megszűnt, és most igazából nem szeretlek titeket, de azért az ajándékcsomag kell, betelefonál. Ha már komolyan fordítottad a szót, nincsen választásod, de van. Azt, hogy nem hallgat, vagy hallgat CD-t. Tehát, hogy én ezt soha nem értettem, hogy ki kényszerít rá valakit arra, hogy hallgasson egy olyan rádióműsort, meg olyan embereket, akiket egyébként nem kedvel. Nekem ebben az a fura, hogy én nem kedvelek egy rádió, és ott még az is lehet, hogy belehallgatok. De hogy be nem telefonálok játszani, ha egyébként kicsit dühös vagyok rájuk, azt nem küldenék, mert hogy egyébként az is pénzbe kerül. Tehát, hogy valaki akiket utálok. Én örültem igazán, volna. Hogy le kell valaki vezetni azt a feszültséget, amit a hiány okoz. Érted? Ő most azt gondolja, hogy te nyírtad ki a bumerángot. De kicsit nekünk ez a feladatunk, és nem is azt mondom, hogy ez a célunk, de hogy ez ezzel jár. Tehát, hogy azért mi rengeteg embert irritálunk is ugyanakkor, sőt, rengeteg ember úgy hallgat minket, hogy mi baromira irritáljuk őket. De hallgat. Tehát, hogy ezzel nincs baj. Minket nem csak olyanok hallgatnak, akik szeretnek, vagy kedvelnek. Rengeteg ember húzza fel magát azon, amit mondtam tegnap reggel a te konnektorodról. Érted, mintha nem tudnám, hogy hol van a konnektor, vagy amit mondasz te. Tehát, hogy ez benne van. Én örültem volna, kap egy ajándékcsomagot. Hello, minden Morning Show hallgatónak. Én azon gondolkozom egyébként, hogy János reggel elmondta korán, hogy álmodott. Valami nagyon szürreálisat, hogy kaptál tőlem egy ajándékot, ugye egy utat Aradra. Látogatás és egy parkolóhely Amsterdamban. És egy parkolóhely Amsterdamban, az amsterdami reptéren. Tehát ahogy ez az egész reggel zajlik, ahogy amilyen dolgok itt velünk történnek, amilyen hallgatóink vannak, az egésznek a hangulata kicsit olyan, hogy nem lehet, hogy mi most egy álom vagyunk az álomban? Vagy tehát mi csak álmodjuk, hogy mi bejöttünk és reggel a Jani elmondta, hogy álmodott, de most egy nagy közös, kollektív álomban vagyunk, jó, és még otthon fekszünk, és ez az egész nem ért véget. Jó, legyen ez egy álom, de péntek legyen, jó? Én örülnék, ha megszólalna az óra, felébrednék, be tudnék jönni, és általában a gyerekek olyan fura... gyerekek, olyan rohadt fura álmom volt. Ott ültünk a rádióban, te azt álmodtad, hogy én adtam neked álmodban valami ajándékot. Volt fura hallgatónk, ott volt Pista bácsi, aki nem tudom, hogy Pista bácsi-e. Szerintem nem az. Egyébként, és ez egész fura. De most már olyan jó fent lenni. Tehát én ezt várom, hogy szólaljon meg az ébresztő óra. Felébredünk, hétfő van, még a Danubiusban vagyunk, és valamiért Titus felhívott minket. Igen, még Danubius spiritus van. Menjünk fel rögtön. Mert valamit rosszul csináltunk, szerinte. Igen. Szerintünk nyilván nem, de szerinte igen. Én ebbe is benne vagyok. Csak valami legyen. Az ne legyen, hogy minden reggel erre a reggel nem ébredünk. Tehát azt viszont nem akarom. Tél lesz, nagyon hideg, soha el nem múló, ugye? Képzeld el, Bali, azt álmodtam, hogy kaptam tőled egy... Igen, mit mond a mormota? Szóval, igen, hát ez egy érdekes reggel.
Na, elpusztult a kamion az M5-ös Szeged felé tartó 38-as kilométerénél, már mentig írja Ede, és mérnek a rendőrök az M5-ös kivezetőn, szolgálati kocsiból vigyázom mindenki. Schofield. Schofield, ne ismerős zenél. Milyen szökésben volt. Láttátok? Jó sorozat volt az is. Trafipax az M5 kivezetőjén, ezt már mondtam, igen. És az M7-es 142-es kilométerénél csak úgy, mint minden reggel most is fotóznak, a Nagykörösi úton kifelé szintén. Ha én leszek a naphallgatói, esküszöm, normális leszek veletek. Persze, csak ha nem néztek egyszerűnek, mint az előző játék a Smiley jel. Ha már csak a jó filmekre hívjátok fel a figyelmet, akkor is maradok. Baromi jó a following, írja valaki. Gyerekek, veletek vagyunk, szűrás ez a reggel, valóban nekünk is, Pista bácsi, Gyula bácsi, fura hallgató, de tartsatok ki, imádunk benneteket, Anci Sopronból. Utálnak Balázsok. Egy újabb őszinte. Igen, akkor a reggelt azt hallani kellett volna. Még mindig kamura tesszük egyébként, ugye? Kamu. Szerintem én kamura. Kamu. Nagyon kedves, nagyon-nagyon sok vérprofint tolta, de... Igen. Jani, az amszterdami parkolóját átveszem tőled féláron. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen, de nem tudok velem mit kezdeni. De ingyen volt annak, mi a fele? Most ki? Pista bácsi már értekezletedül. Ja, hogy gyanús? Nem beszél fel már. A hívott szám jelenleg nem elér. Jaj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 
Pista bácsit hívtuk, a reggeli játékosunkat, aki 86 éves megmondta magát, szerintünk csak 30, megvezetett mindenkit. Anna benyalt, ami benyaltuk, mindenki benyalt, aztán kezdett gyanús lenni. Felhívtuk még egyszer, akkor még Pista bácsi volt, de most már nem elérhető. Bobby még zuhanyzik, nem? Írja valaki. Igen. Mindjárt kijön, és az egészet csak álmodta. Tényleg, jelenjen már meg itt Patrick Duffy. És mondja azt, hogy ez egész csak álom volt. Na. Melyik időszakotokban mennétek vissza egyébként? Ha most ezt az egészet csak álmodtuk volna. Amikor rengeteget maszturbáltam. Igen? De ez már elmúlt. Miért mennék vissza tegnapra? Mit csinál el a tegnapban, ha később még is visszamehetsz? A kamaszkoromban, amikor még mindent lehetett. Melyik időszakban mennék vissza szívesen? Gimnázium. Az nekem olyan négy év felhőtlen kacagás, fájt a hasam a nevetéstől, minden nap úgy mentünk, az egyértelmű. Atya, mennyire szarul. Ott annyit nevettem, fájt a hasam minden nap a nevetéstől. Hát a mikroszkópon nem nevettek annyit, hallod? A saskabarén. Nem tudtak olyat mondani, amin nem nevettem volna. Esküszöm, komolyan ez volt. Kiréptem délután kettőkor, és minden nap fájtalsam. Minden nap fájtalsam. El tudod képzelni, hogy angol órán fejen állok a padon? Ez volt negyedikben. Tehát, hogy azt mondtam, hogy rohadt unalmasan tartja az angolt, nem szórakoztató, nem jó angol tanár, és tüntetőleg elkezdtem fejen állni, és 10 percig álltam fejen a padon negyedik gimnáziumban. De olyan nem volt, hogy valakinek ledobtatok egy banánhéjt, és elcsúszott rajta? Mert azért én biztos, hogy lukat nevettem volna a hasamba. Te ott szét lettél volna szivatva. A kicsiket megfogtuk, kilógattuk úgy az ablakon, hogy az alottunk lévő emeletnél csak a cipőjüket látták, mert lógtak ki az ablakon. Kimentünk hógolyozni, és behoztuk a havat a folyosóra, amint szomnyaktörés szenvedett a történelem tanár. Tehát, hogy na azért... most kezd mit. Betörtünk kabinokba, és kicseréltük a matek dolgozatot, úgyhogy lemásoltuk a kulcsot a portán, és figyeltük, amíg ebédel. Közben kijött a rajztanár a kabin mellett található kis rajzterméből, mire fogta az osztálytársa, megfogta, felemelte 40 kilós talált, visszarakta a rajzterembe, és rázárta az ajtót, és azt mondta, hogy ott tetszik maradni. Meg kettenben voltak a matek talán a kabinjába, hogy kicseréljük a dolgozatokat. Nem rúgtak ki? Nem. A portás odaadta a kulcsot, hogy szeretnénk ezt a kulcsot lefénymásolni. Persze, 22-es kabin kulcs. Az volt a matek tanárnak a kis, ilyen kis kabinja, ahova vissza tudott vonulni. Megírtuk a dogát, kicserélt, persze, imádtam. Hát ott nagyon nagy kalandok voltak. 10 perces fejemállás közben a tanár tanított. Tartotta tovább az angol órát, és én így tüntettem. Mint Gandhi, csak ő éhségsztrájk volt, érted? Igen. Én fejen álltam. Na, mert te melyik korba? Katonaság, vagy hova? Ne, a középiskola.
Na, hát sőt, ugye, hogy neked de, is a középiskola? Hát sőt, csak a tudományok nem, miatt. Nem, 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 szerintem még korábbra, az általános iskolai időszak, az is nagyon jó volt, azt is imádtam. A WC-be megnézett ÖK-nek, mi? Akkor még nem volt ÖK. Nem volt ilyesmi. Nálunk már általános iskolás volt. Csak hozzánk nem jutott el. Ja, mondjuk igen, hát nálatok forradalom. Nem, akkor kénytelen volt. Nem, nálunk az állattenyésztők havi lakjaiért. Ti az általánosban utcán voltatok 56-ban, úgyhogy abszolút. Nem. Általánosban kénytelenek voltunk, nekünk nem voltak ilyen újságjaink. Ráfanyolottunk a húsvérmufra. Nincs oda húsmérmúf 2, az nekem bőven megvan. Na, akarok három mondatot beszélni ezekről a rendőrökről, akik tegnap szenzációs dolgot próbáltak végrehajtani, aztán vicc tárgyai lettek, és ha ezt egy autós csinálja, akkor kiröhögöd. De ha rendőr csinálja, akkor elgondolkozol azon, hogy miért csinál ilyet egy rendőr. Ugye arról van szó, hogy ők meg akarták előzni a Mester utcánál a 4-es-6-os villamost. Kielőzött a hülye, ugye szegény, de hogy közben jött a másik villamos szembe. Nem zárkózott vissza a villamos mögé, mondta, hogy akkor nem előzök. Azt hitte, hogy befér a két villamos közé. Nem, azt hitte, hogy megkerüli majd a villamos. Hogy megkerüli majd a villamos. Vagy a villamos, tényleg a villamos eltér, vagy kitér, vagy mint a vitorlásoknál jobbra tartsva. És megpróbálta gyorsan leelőzni a villamost, és visszatérni ugye az ő oldalára, de jött szembe a villamos, nem fér be, és a két villamos találkozott úgy, hogy szendvicsbe rakta a rendőrapot. Menj már le, villamos, nem troli. Igen, nem kerülj tudom. Már, rendőr vagyok, villogok. Nem villogott, elindult, a két villamos a szendvicsbe rakta. Kiszálltak az emberek, állítok, anyáztak, káromkodtak, kiröhögték őket. Fotózták, nekem volt egy ismerősöm, aki ott volt a villamosom. Ha van ilyen hallgatónk, akkor írja már SMS-t, csak akkor nekem meg volt egy ismerősöm az egyik rendőrautóban. De hogy tényleg? És állítólag iszonyatos káromkodás, brutál dugót okoztak, tehát így hihetetlen, és hát nem szerették őket, tehát finom lincs hangulat a villamoson. Ők most fenn vannak jelenleg, az, akikre büszkék vagyunk táblán, az ORFK-ban. Hát szerintem a hónap dolgozói, nem? Hogy azért ez egy rendőrtől nem az igazi, nem? Hát megcsinálja egy zsigulis, vagy egy X6-os BMW, vagy egy MLG, vagy bármi, azt mondod, igen, hát ő ilyen. Vagy hát sokszor mondjuk ilyen. Átvegy, mert azban van teljesítmény, nem tudom, figyeltétek, hogy milyen autóval volt. Mi, Astra volt? Hát igen, egy 1-2-es szerintem, és ugye tegnap előtt még egy 1-4-essel hajtottak, azzal meg lehetett volna csinálni az előzés, most az 1-2-esen már nem tudta megcsinálni. Használták egyébként a megkülönböztető jelzést? Azt tudjuk, csak még hogy lefénymásoltam a kulcsot. Ez tényleg egy reggel szüreregel álmodom még mindig. A kulcsot nem lehet fénymásolni. Igen, mondjad, bocsánat. Hát le, csak nem fog működni. Igen. Én picit flexibilis marad. Legyen vége ennek a reggelnek, mert nagyon szürális. Mondjad. Hogy használtak meg különböztető jelzést? Azt ez egy jó kérdés. Mert hogy akkor nem is mehetett volna szegény a villamos sínen, ugye a 4-es. Szirénázva előztek. Szirénázva előztek, akkor így már jó. Igen. Szóval nem használt. Ők ilyen Miami Vice-osok, nem? Igen, kicsit. Kicsit Don Johnson. Mr. Don Johnson, nem? Kicsit Starsky és Hutch voltak. Vagy a gyápán mondta Starsky és Huck. Milyen lehetett az a pillanat, amikor felismerte azt, hogy nem fér be? Akkor mi van? Lehet, hogy még mindig nem ismerte fel. És még mindig azon gondolkozik, hogy mi történt. Te amikor így odaszól, mi volt az utolsó mondat? Átférde, de. Nem fér. Passzol. Kapaszkodj, Béla! De mi volt az utolsó mondat? Mi volt az utolsó pillanat? Amikor már realizált, hogy itt nem megy át. Mert jön a villamos. Nem akar kitérni, nem tud lassítani. Nem fékez senki kedvéért. Józsi, ez meg lesz? Volt ilyen? Hát biztos. Tolja, Józsi! Megcsinálod, átférünk! Nem. Mit kérdezett a másik utolsó mondatként? Ez elég nagy ez a rés? Biztos, hogy beférünk, Józsi? A jegyzőkönyvet te írod meg, gecó. Ebből rohadt nagy balhé lesz, gecó. Te mondtad, hogy átmegy. Milyen hülye, mint Fárer vagy te, Béla? Ugye? Szóval, hogy... Szállj, itt te téged fotózzanak. Cseréljünk már helyet, tehát én mégiscsak inkább te vezettél. Vagy volt ilyen, Józsi jobbra, jó? Volt ilyen, hogy kinézett, tudod, és azt jobb bögdöst a másikat? Jobbra jó lesz? Már mindig, paf! És vége, vagy ez hogy zajlik ilyenkor, tényleg? Azért ott zajlott egy kommunikáció közben, volt ideig felkészülni. Biztos, hogy volt. Ugye balra nem tud kitérni, hiszen ott jön a szembeforgalom a villamossal, hogy jobbra nem tud, mert ott a villamos csak fékezni tudott volna, és akkor be tud sorolni a megelőzendő villamos mögé. Tehát sok választásod már nincs. Amikor ilyen helyzet van, akkor van olyan, hogy becsukod a szemet, tudod, hogy biztos, hogy megmondjak két őrszem. Hát, ha kocsiszon, az kanyarodik. Igen. Vagy az, hogy nézd már villamos. Igen. Még mindig előz az agygázt. Igen. Simán befér!
Tehát ez szenzációs. De azért utána rendőrként kiszállni, nem? Nincs itt semmi látni, dehogy. Menjenek innen. Nem mámészkodjanak, menjenek tovább. Mivel? Nincs más dolgok. Mivel? Menjenek innen, oszoljanak. Nincs itt semmi látni való. Hm. Akkor menjenek Budára. A másik irány. Jó, kicsit szigorúak vagyunk, hát egyszer elnézték. Hát, persze, belefér ez. Van ilyen, nem? Igen. És akkor még ott a végső mencs vár, hogy kiszállsz, és legalább abban bízol, hogy a két villamos összetört, ott van két megálló, hogy legalább leföl tudnak szállni addig az utasok, nem? Hm. És aztán realizálod, hogy ráadásul nem is megállóban történt. Hát van ilyen egyébként, szerintem mindenki életében kicsit utána járunk. Persze, hát ez a hajóbonták találkozásának egy tipikus eset. Nem, arra gondolok, hogy amikor megpróbáltál nagyon vagánykodni mondjuk, amikor tényleg gimis voltál, vagy felnőtt korban, vagy most a munkahelyeden, vagy tegnap, valamit nagyon elterveztél, egy menő bevonulást, vagy a munkahelyen valami nagyon-nagyon komoly autóval megérkezést, vagy bármilyet, amikor az ember vagánykodni próbál. Ilyen helyzet van, nem? Mikor kicsit menőzöl, kicsit próbálsz lazább lenni, és nem úgy sül el, ahogy szeretnéd, nem? Ez megtörténik. Tegnap kint voltam az Omékon, vettem egy jó kávét, mondom, megy a fellépő a színpadon, nincs dolgom, körbe megyek. Hát ott vannak ott ismerősök, jó kis kaják, összeszedem, hozom be nektek, kávé a kézben, és a padlóborítás egyik helyen megemelkedett egy 3 centire. De akkor hát még nem estél. Akkor hát még nem estél. Úgy, hogy a kávé ki a szőnyegpadlóra, amit ott előtte valami kis hostesslány felvégzett, és mondtam, hogy köszi, bocs, hello, én vagyok, szevasztok, takarítást fizetem. Jaj, aszkarizni nem akartam vele, de ez a klasszik, ez amikor nézd, nyomorult. Persze. És tudod, hogy mindenki téged. Persze. Néz. Ilyenkor azt kell, hogy nem szabad gyorsan felállni. Tehát te fekszel? Feküdni. Én nekem szent meggyőződésem, hogyha elesel sok ember előtt, ott még legalább egy 20 másodpercet feküdni kell. Mert az a legnyomorultabb, ha úgy próbálsz felállni, mintha nem történt volna senki, és senki ne vegye észre, hogy elestél. Feküdj le. Tölj hátra kicsit. Mondd meg, hogy nyugalom, a nevem veszélyes, mindig így fekszem le. Ne próbálják utánam csinálni. Ott úgy kell maradni. Tehát ott azonnal felállsz, riadtan körbenézel, sokkal rosszabb. Feküdj le, tedd a fejed mögé, vagy a kezedet, és feküdj még 10 másodpercet. Vagy neves fel természetesen. Látták? Meg itt! Milyen mulatságos voltam! Na, menjünk ilyen. Szerintem ez így. Igen, ez lesz. Csak így tudod nyomni. És még egyszer! Vagy tényleg fölállsz és műelesel még egyszer. Igen. Nézzék. Mutatom. Igen, ezt így kell csinálni. Na, várunk SMS-eket, jó? Hogy kinek, hogyan és miképpen sült el az, amikor egy picit menőzni próbált, de a dologból nem az lett, amit eltervezett. SMS számunk 06-745-00-00, jövünk a hírek után. 3-9 múlt 1 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és ugye arról a tegnap történt esetről beszélgetünk itt a hírek előtt, amikor is ugye két villamos szendvicsbe rakott egy rendőrautót. Ugye, viccesre vettük kicsit a dolgot, arról beszéltünk, mi lehetett a rendőrök utolsó mondat, amikor látták, hogy hát itt már igazából nincs is, hogy átmenni. Állítólag írnak szemtanúk, hogy használt villogót, sőt, mi több az egyik villamos állt, és ő azért előzte meg ugye a másikat, csak közben a villamos elindult. Mert tudta, hogy meg tudja csinálni. Igen. Szóval, hogy itt a villamosvezetők is jócskán benne lehetnek ebben, hiszen ha villogóval megy, akkor ugyanúgy elsőbsége van, és akkor a villamos viszont rossz, hogy elindult. Ugye? Uh-huh. Mert az egyik állítólag állt, látta, hogy jön a rendőr, nem törődött vele, elindult. Úgyhogy, de be kicsit mindenki benne van, de erről így ebben a formában nincs hír. Tehát mi csak a fényképet láttuk, és erről ugye fantáziálgattuk, hogy mi lehetett az utolsó mondat. Nagyon szellemesek jönnek tényleg, tehát az egyik rendőr odaszól a másiknak, hogy te Béla, ilyen gyorsan még soha nem értünk ki a helyszínre. Ez a legjobb. Tehát ez szenzációs, hogy jönnek, húzd fel az órát. Igen, nagyon, ezen a sárga még átérünk. Menj nyugodtan, biztos nincs rendőr. Ugye, az, mint utolsó mondatok, biztos ezt mondta, igen. Még sárga. még sárga, igen. Nagy gázzal, ördögi bátorsággal beférünk, tűzcsúcsú. Igen, klasszikus. Húzd fel az órát, ahogy mondtam, igen. Na, szóval ezek lehetek az utolsó mondatok, és közben arra beszélgetünk, hogy milyen ciki tud az lenni, amikor ugye az ember menőzni próbál, de nem úgy sül el a dolog, ahogy a szeretné, vagy nem az lesz belőle, mint hogy eltervezte. Egy nagy antré, amikor te elhatározod, hogy megérkezel egy társaságba, vagy megérkezel egy randira, vagy megpróbálod valahogy kicsit feldobni a leült hangulatot, és próbálsz valami vicceset csinálni. Ami aztán inkább nyomorult lesz, vagy ciki. Ugye? Kellemetlen a végén.
Ezt nem értem, a barátom be akarta bizonyítani, hogy erős a farizma a pesgőfürdőben. Hát nem volt erős, hogy... Oda hűsz, ahol nagyon nyomja ki a levegőt, tudod? Jó, imádom. És hogy tartod-e? Igen. Azt mondja, hogy búcsú célba dob, haverok, nézők, hagyjátok majd én, mert én kézilabdázom. Neki fut, dob, telibe a tulaj arcát, eldőlt. Eldőlt, nem kaptam semmit. Én az iskolába jártam úgy, hogy becsengetés után vagányan berúgom a terem ajtót, és belépek, mint valami veszternő, csak az volt a baj, hogy az osztályfőnök be akarta zárni kilincsre, így betörtem az orrát. Nem jól sült el. Barkasszal akartam havon kézifékes fordulást csinálni, csak nem tudtam, hogy nem a hátsó, hanem az első kereket blokkolja. Bele is rohantam az álló autóba. Volt égés, írja egy hallgató. VV Ágica 30 percig magyarázta, milyen jó sofőr, majd neki ment a 4 méter széles kapunak utána. Sírtunk a röhögéstől, írja Morgan. Párommal táncoltunk egy bálban, azt hittem, hogy megfog, mikor hátradőltem, de nem így lett. Hatalmasat estünk, percekig fetrengtünk a földön. Állítólag mindenki minket nézett, de nekünk ez fel sem tűnt, azóta is emlegetjük. Mad Max köröket csináltam a kamionnal, de nem adta ki, és kiütöttem a villanykarót. Nem adta ki. Nagyon nagy duma. Nem adta ki. A kutyafáját nem adta ki. Kiütöttem a villanykarót. Egy üveg vodka után megérkezni egy eseményre. Megjött a celeb felkiáltással, azzal a mozdulattal legurulni a lépcsőn. Azt hittem, tudok egy kézzel biciklizni, hát nem így a Laura. Igen, ez a biciklizés, menőzés, ezen mindenki elmesik, nem? Hát ez benne van. Igen. Motoron integettem egy csajnak hátrafelé, de előttem befékezett egy kis teherautó. Csúnya, perec lett. Szerencsére horzsolásokkal megúsztam, de lelkem fáj. 15 évvel ezelőtt Trabantommal haver előtt kézifékes fordulás, kerék megakadt, Trabin borult oldalra. Megakadt a patkába, Béla papa az ivekos írja. Legtöbben egyébként, ahogy látom, autóval járnak. Autó és a bringa. Igen. Ez a kettő menő. Én egyszer egy forgalmas bevásárlóközpontnál próbáltam lerövidíteni. Át akartam mászni az út másik oldalára egy elválasztó korlát alatt, de beakadt a lábam, és kiestem az út szélére, szétgurultak a kiflik. És amit vásároltam, a túloldalon várt a férjem kocsiba. Rémcikki volt mindenkinek így a brigi. Igen, talán az esés a legnyomorultabb, nem? Igen. Tehát akkor vagy a legkiszolgáltatottabb. Na mi legyen? Megnézzük, hogy ki a játékos, vagy mit csináljunk? Már kicsit félek tőle. Szerintem folyamatosan hallgat minket, és a legkisebb jelre is rögtön tudja, hogy hívni fogjuk, és nem fogja fel. Már kire gondolsz? Pista bácsi. Azt hittem, még mindig Pista bácsi. Nem, most a hármas ugrás játékra. Hát ugye indítottuk egy Pista bácsival a Fekete-fehér igenben, nem? Az nem volt erős, utána jött egy másik játékosunk. Hát igen, én már picit félek. Szintén érdekes volt. Most arra, jó, Anna? Arra gyanakodtunk, hogy ilyen álom az álomban vagyunk, nem? Aha. Hát ahogy a mai formákat nézem, szerintem fel fogja venni a játékos, és azt fogja mondani, hogy szevasztok, én vagyok az egyik rendőr a tegnap. Imádnám. Hát nem lenne jó? Meg tudnám szólaltatni? 6 óra múlt, 11 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hello, Jani! Szia, jó reggelt! Hát Ferencük továbbra sincsen. Ugye azt mondtuk, hogy ő eltávozik egy kis időre, hogy adózzon a kolbász és az égetett szeszek oltárán egy hétvégi rendezvényen. Keresétek az elhullott állatok nyomán. Található meg, amerre sok halott malac, ott valószínűleg ott van ő is. Ott kell lenni a halmok tetején. Igen. Egy hősként ott kell állni a csüdig vérben. Úgyhogy csak hétfőn lesz, addig meg mi tartjuk a frontot, és itt vagyunk most a hét legboldogabb napján, aminek nagyon örülünk. Mi van ma péntek? Bár számukra semmi változás nincsen az elmúlt hetek programjához képest, és még egy pár hétig gyakorlatilag ugyanaz is lesz. Rádió, próba, vagy felvétel. Utána pedig megint rádió, próba, vagy felvétel. Néha megnézzük a családot, vagy fotóról, vagy videóról. Bemutatkozunk nekik, hogy egy gyerek ne felejtsen el minket. De hát ezt nem panaszkodásképpen, mondjuk csak a tényszerűség kedvéért. Igen. De most a hétvégéből az egyik napunk szabad, úgyhogy... Hála a jó Istennek. Úgyhogy ez egészen jó. Megnézhetem, hogy megvan-e még az a mászóterem, ahova jártam annak idején. Mész mászni? Hát, kénytelen vagyok. Tényleg? Kénytelen vagyok. Na. Nekünk ráadásul a mászótársamoknál bejött egy gyerekprojekt, egy második is krambó érkezett, úgyhogy emiatt egy picit be kellett húznunk a féket, és most a hétvégén végre el tudok menni. Nem csak otthon, hogy hívják fölött az ajtó felett fogok tudni húzatkodni.
A kis súfnitban? Nem, benne a lakásban. Ja, benne a lakásban? Persze, úgy csináltam meg. Gyakorlatilag a lakás belső interiőrje úgy néz már ki, mint egy ilyen, nem tudom mi, egy raktár találkozása a kutyakennellel, a kutyakennel találkozása a, hogy hívják, a sportklubbal. De jó is. És az óvodával. És a gyerek mit csinál, mik húzockodsz? Számolja? Én röhög rajtam. Röhög? Persze, röhög, szórakoztatja, valamikor videózza. Most már olyan programokat talált magának, amiben nem csak képeket tud szerkeszteni, hanem akár kis videókat is. Iszonyatosan ügyes. Olyan dolgokat csinál, csinál ilyen kis képi gergeket, a fejünket valahogy kiaplikálja az eredeti helyéről, és beaplikálja olyan fotókba, hogy elképesztő, és ilyen hihetetlen szórakoztató montázsokat csinál. Olyan dolgokkal lep meg nap, mint nap, hogy komolyan mondom, hogy leesik tőle az állam. Iszonyú ügyes. És ráadásul szórakoztató dolgokat. Tehát azt már simán megcsinálja, hogy ilyen, itt legyen kép a képben. Tehát talál egy olyan képet, hogy valaki néz egy televíziót. És a televízió műsor az akár lehet például a Wunderschön is, mert kiszed valahonnan egy képet rólunk, és beteszi a képbe. Marha ügyes. Aha. Marha ügyes. Tehát nekem fogalmam nincs arról, hogy csinálja. Ő ezt megtudja. Megtudja így. De pöcset még nem rajzolt a homlokomra. Nem, ahol... ahhoz ő még egy picit kicsi. Hát, hogy így mit szól egyszer menni ezzel? Nézd, apán, a Balázsak omlokára rajzoltam, egy szarvat, unikorn is, egy szarvú, de máshogy is hívhatjuk. Fura szarv, nem is ott találtam. Nem azt írtam be, hogy szarv, és nem arra jött ki. De mindesetben nem, ő még 11 éves, azért én elterelgetem ezektől a dolgoktól még őt egyelőre. Úgyhogy úgyis ez egy ilyen meddő próbálkozás a részemről, mert néha megdöbbenek rajta, hogy jön haza, hogy miket mond, hogy miket hallott bent, és írtanom kell ezeket. De hát mindegy. Hogy mit hall benn mi? Persze, meg hogy mi a foglalkoznak a többiek, meg ilyesmi. Hát most például egy olyat hozott elő, hogy ez egy ilyen jó móka, hogy az egyik kisfiú kezébe rakott egy tűt, és akkor mondta a többieknek, hogy Pacsi! Atyaisten. Azért tudod, mondtam neki, hogy hát ez mondom nem annyira vicces. Meg más is rakatott volna a kezébe, és akkor mondja, hogy Pacsi. Ja, igen. Csak meg... azt nem tudta volna felemelni. Igen, csak... meg... azt maga alá nyújtva. Magdalt a csendvicset. Igen, tehát de igen. Hát ez... Tehát, hogy azért egyre durvább tréfákat engednek meg maguknak, nem tudom, hogy hol látják. Ha esetleg nálunk láttok valami hasonlót a műsorban, ne felejtsétek el, hogy mi kaszkadőrök vagyunk egyrészt, másrészt pedig nagyfiúk. Tehát, hogy tőlünk ne vegyetek el semmi rossz példát, gyerekek. Egyébként meg ne is nézze senki a mi műsorunkat abból a korosztályból. Azt ne. Ne. Tessék aludni, este 9 órakor. Feküdjetek le, másnap iskola. Igen, és don't try this at home. Így, egészen pontosan. Egészen pontosan így. Ugye ez a legfontosabb. Így van. Mi speciális képzést kaptunk, senki ne csináljon utánunk semmi, amit a műsorban lát, jó? Ez tényleg nagyon-nagyon fontos. Így van, tehát amit például a hétvégén csinálunk majd a műsorban, azt se csináljuk utánunk senki, jó? Azt ne, ami a nyitó jelenetben lesz, az senki, igen. Balázs, tudsz veszíteni? Megtanítalak, így egy hallgató. Tudok egyébként. Van? Mi van? Most veszítésre állunk, vesztésre állunk, hogy mi van? Hogy állunk? 2-1 ide? Tehát akkor max döntetlen lehet. Nem. Te hoztad most a tegnapot. Nem, most mi állunk nyerésre. Azt mondom, hogy 2-1 ide hoztad a tegnapot, igen. Persze. Tehát max döntetlen lehet. Így van, tehát meg tudom erősíteni azt, amit mondtál az előbb. Olyan nagyon-nagyon rossz nem lehet. Nem lehet. Van olyan, hogy egy ember szempillája befele nő olyan? Igen, van. Igen? Van. Hát, én nem tudom. Én olyan vagyok már, mint egy öreg ember. Egyre jobban kezdek lerobbanni. Van egyébként, nem tudom. De hogyha nincsen el a szempilla spirál, hogy a kocsiba hagytam, de a púderem mellett. De ne piszkáld, ne piszkáld, mert azzal teszed egyébként tönkre. Most amikor bejöttél, egész jó volt, most elkezdett piszkálni, és az attól fog begyulladni. Akkor jó, ha be van csukva, nem bírom kinyitni, mert valami nagyon szúr benne. De annyira szúr, hogy nem bírom kinyitni. Az a baj, hogy zavarba hozom, mert egész 10 vagy 4 órán keresztül olyan lesz, hogy kacsingatnál rám. Hello. ne piszkáld. Nem, mert azt le fogom ragasztani. Ki kell mosni, forró étolajra. Igen, forró, nagyon-nagyon forró gyömbére. Nem, ne piszkáld, az a lényeg, mert csak belekotasz valami szemetet, aztán begyullad, és hétvégén a felvétel. Olyan van, hogy leragasztom... Nem miatt aggódok, hanem a műsor. De olyan van, hogy leragasztom a szememet? Igen, van. Erről kérdezt Ferit, neki hosszú jövőn keresztül le volt rakasztó az egyik lencsé. Ja, tudom, ő volt a kis leukoplasz fiú. Igen. Hát ugye az azért van, hogy az egyik szem fölhúzza a másikat. Igen. Tehát a jót letakarják, és akkor a rossz, ami el van lustulva, az egy kicsit beindul, és hozzáfejlődik a letakarthoz. Amiközben elbutul, ezért aztán azt kell letakarni, és akkor ez így megy örök életére. Igen. És hogyha esetleg túlságosan följön az egyik, akkor meg a másik lesz gyengébb, akkor meg azt kell erősíteni. Na, ezt mondtam. Gyakorlatilag így félszeműként éli le az ember a világát. Igen. Az életét. Na mindegy, ez van. Figyelj, most olvastam egy nagyon érdekes cikket, és megmondom őszintén, hogy
hogy engem is egy picit így felháborított a dolog. Ez egészen konkrétan arról szól, hogy a Rékosi Karcsi állítólag neki esett egy fotósnak, mert hogy egy rendezvényről jövet, őt és a kedvesét lefotózták. De rendezvényről jövet menet? De igen, így van. Ott volt egy takarékszövetkezet? Nem. Jó, oké. Ez a kis bábú tartalék, ez a takarékszövet kéz. Na, és a lényeg az, hogy jöttek el, és ott volt valamelyik ilyen igényes bulvárlapnak, pontosan nem bulvárlapnak, hanem egy internetes megfelelőjének a fotósa, és lekapta őket. És akkor Karcsi így gondolt egyet, lépett kettőt, és aztán így visszakanyarodott hozzájuk. Tudott te ki az a Barta Zsolt? Így van, tudott te ki az a Barta Zsolt, soha nem néztél barátok között. Na, az nem egy karakter, az én vagyok. És mit csinált? Át is elvette a fényképezőgépet, jelezte az úriembernek, nevezzük így, jobb szó hiány így, jelezte, hogy azért szeretné megkapni ezt a memóriakártyát, szeretné látni a képeket, és aztán, mikor ezt nem annyira akarta így abszolválni a fiatalember, akkor így elvette tőle a fényképezőgépet, és bedobta a csomagtartóba. És megmondom őszintén, én tökéletesen egyetértek vele ebben a dologban. És elvette a gépét? Elvette a gépet, amit aztán később mégis visszaadtak, és akkor néhány ilyen telefonnal készített képet lehetett is látni az ügy kapcsán. De nem akarok különösebb reklámot csinálni ezeknek a lapoknak, mert marhára nem érdemlik meg, de tökéletesen egyetértek vele. Tehát, hogy szerintem azért már mindennek van egy határa. Annyira felháborít, annyira gusztustalan, amit csinálnak. Tehát, hogy ez a fajta ilyen dögevőség, ez a fajta tényleg olyanok, mint hogyha ha ilyen hiének lennének, hogy egyszerűen ezek az emberek nem tudják élni a saját életüket. Ez nem elég, hogy hosszú hetek óta gyakorlatilag mással sem lehet találkozni, csak az ő sztoriukkal a különböző címlapokon, amivel egyébként nem, hogy ja, és persze azt mondják, hogy így az egyik ember fájdalma, úgy a másik ember fájdalma, és gyakorlatilag ezt a fájdalmat közvetve ők okozzák azzal, hogy minden egyes alkalommal, amikor be kell menniük az újságoshoz, akkor azzal szembesülnek, hogy egy egész ország csámcsog az ő magánéletükön. Mert amíg egy vagy két ciklet volna belőle, szétmentek, összejöttek, blablabla. De hogy hetek óta gyakorlatilag más sem látsz a lapoknak az elején, illetve a különböző internetes portálokon, csak azt, hogy most ki mit szúrt el, és hogy ki kinek okoz fájdalmat, ki kinek tett keresztbe, és egyébként meg. Tehát, hát igen, csak kérdés, hogy ilyenkor ugye, szóval, hogy nem adnak neki igazat. Tehát, hogyha a BTK szerint nézzük, akkor ez... Tehát ha te erőszakkal elvettél egy fotóriportot, a munkaeszközét, és te beraktad a kocsiba és elvitted, akkor te elraboltál tőle valamit. Igen. Tehát hogy az tulajdonképpen a BTK szerint rablásnak számít. Igen, de előtte meg volt egyfajta személyiségi jogsértés. Nyilván ők azért tökéletesen tisztában vannak, tehát hogy ezek a fotósok tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy meddig mehetnek el, és valószínűleg egyfajta védettségük is van az a jogszemszögéből nézve, viszont hogyha meg emberileg nézzük, meg erkölcsileg ezt a dolgot, nincs akkor... exakt állásfoglalás a bíróságon, nagyon nehéz, nekem is nagyon sok ilyen perem van, meg nagyon sok volt, meg sokat meg is nyertem, meg jelen pillanatban az egyik perem úgy áll, hogy éppen felszámolást indítottunk a lapot kiadó cég ellen konkrétan. Tehát mutatom neked. Nincsen, már azt nem veszünk, a harmadik legrosszabb. Nem. Konkrétan felszámoltatom a céget. Na, és most írt az ügyvéd, hogy akkor jó, akkor hát akkor majd három havi részletbe, csak inkább kifizetik azt, amit megítélt a bíróság, mert egyébként felszámolják a céget. Óriási. Igen, ez nagyon nagy dolog. Szóval, hogy nincs exakt állásfoglalás, hogy milyen lehetőség egy fotósnak, ez a BTK szerint egyébként inkább a fotóst védi sajnos. Szóval, hogy erre egy bíróság simán azt mondja, hogy közszereplő vagy, ezt neked el kell tudni viselni, viszont ha te dulakodtál, elvetted a fotót, akkor az vagy garázdaság, vagy rablás értéktől függetlenül. Szóval, hogy ez nyilván, ha mondjuk előkerült a fotósnak a gépe és visszaadta, akkor ez lehet akár enyhítő körülmény, de ez nem hangzik túl jól. Akadályozta esetleg, de hogy lehet valakinek, szóval a fotós az a munkája, érted, hogy másokat zaklasson direkt módon, érted? Írjanak róla, egyébként ezt úgyse tudod megakadályozni. Na de hát... Mert nem akarsz adni nekik interjút, akkor ők csinálnak egy olyat, hogy mit tudom én például, hogy nem velem is megtörtént, hogy akkor egy három évvel ezelőtti interjúból összehollóznak egy két oldalas interjút, miután te nem akarsz adni. Oké, ezt nem tudod megakadályozni. Igen, az, amikor benyúl a kocsitba és befotóz, tehát ott eldurran az ember agya, persze. Tehát, hogy csodálkozom, hogy nem ütötte meg a karcsit. Egyébként teljes joggal, mert nagyon nagy hiénák a legtöbb ilyen fotós. Tehát én jobban vagyok egy-kettőben, van egy-két normális, meg aki odajön, mondja, hogy lefotózhatom, de hogy figyelj, most ne. Nyilván vannak ilyenek is, tök jó. Nyilván a Rékosi most érdekes, tehát válik, új párkapcsolata van, mi van a dátára, tehát ő most abszolút pörög és abszolút A kategória.
Igen, hogy hol a határ, hogy mit engedhet meg magának egy fotós, és mit nem. Tehát lefotózhat kívülről téged, hogy beülsz az autóba az új barátnőd, de igen, hiszen közszereplők vagytok. Benyúlhat a kocsiba, azt már nem. Mikor védekezhetsz? Meddig védekezhetsz? Mit tehetsz meg a saját magánéleted védelmében? Nagyon nehéz, nagyon nehéz. És nem is védik egyértelműen a közszereplőt, de most már talán egyre jobban. Egyre jobban. Ugye más a kiskorú van a dologban, akkor azért verekedhetsz is nyugodtan. Idézőjelesen nyugodtan, de akkor ott azért a kiskorú veszélyeztetésére ők megüthetik a bokájukat, ha mondjuk egy kiskorú tesznek címlapra. Azért szokták azt kitakarni. Vagy ha nem közszereplő például. Tehát most a Rékasi összejött volna egy olyan nővel, aki nem közszereplő, hanem civil, akkor őt nem tehetnék be egyáltalán, mert nagyon durva pereket tudna a lapok nyakába akasztani. Így, hogy mind a ketten közszereplők, így azért ez egy picit nehéz. Így azért ez egy picit nehéz, elvileg nem ütheti meg. Nem, szóval, hogy ilyenkor ez mondom, ez rablás, barátság, önbíráskodás, nem ütheti meg, el kell tudni viselni, de ugyanakkor én megértem, egyetértek vele, nem támogatom, de azt gondolom, hogy néha azért a fotósoknak is ráfér. Tökéletesen érthető ez a szituáció. Tehát, hogy meg hogy zajlott? Megkérte nyugodtan, a fotós nem ment arra. Megkérte még egyszer, a fotós nem hagyta abba. Harmadszorra, ha kiszállt, akkor már értem a karcsit, mert érted? Tehát most kétszer mondta, hogy légy szíves, ne. Nagyon sok olyan fotós van, hogy elmegyek egy rendezvényre, Vikivel, és azt mondom, hogy gyerekek, én most mintha itt se lennék, légy szíves, ne. Jó? Arra vonulnak és nem fotóznak. Van, aki meg azt megcsinálja, hogy ami Viki elmegy a mosdóba, és én ülök egy nő mellett, addig azt mondja a nőnek, hogy figyelj, ülj már közelebb a Balázshoz, mert csinálok rólatok egy képet. És mondta neki, hogy normális vagy? Hülye vagy? Milyen képet csinálsz te? Hát, hogy ti most itt vagytok, és akkor ti most ismerkedtek. Mondom, egyrészt nem tudom, ki ez a lány, kettő nem fog közelebb ülni, de mondom, egy perced van. Mondom, Viki visszajön, mondom, letépi a fejedet. Tehát ismerd a Vikit. Mondom, az nagyon csúnya dolog lesz. Hogy üljünk össze, mi ketten egy idegen nővel, mert akkor ő azt utána el tudja adni, ugye, és az újság kép aláírásba alá teszi, hogy mit tudom én, Balázs, ismeretlen nőkkel, nem tudom, flörtölt. Vagy Balázs, amíg a felesége elment popcornnél, már is beszélgetésbe elegyedett egy ismeretlen nővel. Milyen durva a kép aláírás, és azt hiszed, hogy mekkora rohadék ez a Balázs. Közben mi történt? A Viki elment mosdóba, én ültem egy széken, mellettem volt egy üres szék, ott ült mellettem egy vadidegen nő, és odajött egy fotós, és azt se tudtam ki, de üljetek már egymás mellé, csinálok egy képet. Hát, gondolhatod, hogy tőlem az mit kapott. Hát, nagyon kiasztottam, és mondtam, hogy figyelj, én még most nagyon finom voltam, de mondom, ha Viki visszajön, mondom, ez nagyon csúnya lesz, úgyhogy szerintem mennyi. És akkor, jó, hát ő azt nem úgy gondolta, nem mondom, szerintem akkor mennyi. De igen, de hogy mit nem gondoltunk. Következő történik, ők ezt lefotózzák, és utána ezért nekik a lapok fizetnek. A lap már aláírja a képaláírást, súlytól, fajsúlytól, szerettől függően. Tehát például engem lefotóznak egy ilyen nővel, azt egy bulvár, azt simán átveszi, fizet érte, mint a 20 000 forint, és mondom, kép aláírásba bármit letesz. Balázs vidáman nevetgélt ismeretlen nővel, amíg a felesége patogatott kukaircájra állt sorba. Ahogy Viki elment mosdóba, Balázs azonnal beszélgetni kezd. Érted, négyfajta kép aláírást tudok tenni egy olyan kép alá, amit egyébként ő ültetett ott össze minket, és nekem nincs elég rutinom, és nem ebben vagyok 20 éve, akkor azt mondja, hogy figyelj, gyere, csináld meg, hát most mindig ott ült egy csaj. Persze. Érted? Tehát nagyon-nagyon észnél kell lenni, de az, hogy a Rékasi verekszik, vagy hogy elveszi a gépet, tökre megértem, de hogy ebből ő rosszul jöhet ki. Szóval a jog ebben a helyzetben nem őt védi. Igen. Na mindegy. Úgyhogy, igen, tudod, mennyibe kerül az a gép, elveszi, összetörik, nem törik, meg kell fizetni, perre megy, mert a fotós végül is végezte a dolgát. Csak hogy hol a határ, de még, ez még mindig egy olyan durva, dulvul a hazai bulvár sajtó, azért nagyon dulvul. Olyan voltam, mint Teddy, dulvul. Szóval, de még mindig nincs ez, mint Amerikában, hogy nem tud kitenni a lábad. De hát most szegély Rékasiéknak igen, most észnél kell lenni. Nem lehet. Szörnyű, figyelj, szörnyű. Igen, hát szene se tudja. Valószínűleg, ha nincs ez a húzavona, ugye, hogy visszamegy, még nem megy vissza, mert egyszerűen azt mondja, elválunk, és új életet kezdek, és vagyok a Gerdával, a Pikalival, akkor az egy egyszerű dolog. Tehát azért ez hónapok óta zajlik. És azért, hát ezért bulvár újságírás, hogy ennek utána menjen. Úgyhogy ez egy kemény. Ne ülj idegen nő mellé fotós kérésére soha. Borzasztó. A 054-es telefonszámú végű telefonszám tulajdonosan közene, hogy tekerj el, öreg. Nyugodtan. Ja, 054? Igen, pont annyira fogsz nekem hiányozni, mint én neked. Hány jó adó van? Hát miért nem hallgat meg? Persze, hát most.
igen. Gangsta Zolit neki írja valaki. De most, de, na mindegy. Bali, felszámoltatod a Ludas Matyit. Nagyon berágtam rájuk, gyerekek. Nagyon berágtam a Ludas Matyira, mert olyan szörnyű dolgokat csinálnak. Egyébként, ha már a Ludas Matyi, van egy olyan rejtvényújság, akik más újságokból vesznek át fotókat, és leközölnek új cikkeket egyébként, hogy, hogy te nem is nyilatkoztál nekik. Na ez például milyen, nem? Tehát ez is olyan fura dolgok vannak. És akkor mindenki ezt, hogy te nyilatkoztál, amit a Füles magazinnak. Közben egyébként rohadtul nem. Na mindegy. Hát senkinek sem könnyű jelen pillanatban. Játékkal hogy állunk? Egy-egy? Jól állunk. Kettő-egy. Kettő-egy. Kettő-egy, ide. Tehát legrosszabb esetben egy döntetlennel kell, hogy elmenjünk hétvégézni. A legjobb esetben pedig simán egyértelműen megalázó módon behúzzuk a hetet. Nem, nem hozhatunk szégyent a Ferire. A Ferire, hát a Feri valahol éppen fekszik. Dehogy fekszik. És próbálják az árokpartról hazahúzni. De, persze. Éppen szerintem egy ilyen kis bobkettes targonca próbál így alányúlni finoman, tudod, egy ilyen nylon zacskon föltenni egy ifának a platójára, és hazavinni, mert szorít de két levágott disznófejet. És sehova nem megy. Hozzátok még valamit inni. Micsoda, hát most fél hat, fél hét. Hát, szerintem körülbelül most fekszik. És egy óra múlva már fitten, fiatalosan, már jön és újra műsort vezet, és már ott van. Haza szervezet mindent elvi. Igen. Balázs nem vett részt az árvízi védekezésben, ugye? A bulvár generátor, igen, amit az előző Wundersen megmutattunk, hogy működik. Ez egy nagyon kis helyes hasonlítás volt, igen, hogy Balázs részt vett az árvízi mentésben. Mit csinál ebből a bulvár sajtó? Balázs nem vett részt az árvízi mentésben. Na mindegy, jól van. De gyerekek, a bulvárt viszont azért ugyanakkor meg sokan olvassák, szeretik, még az is átnyálazza, aki azt mondja, hogy fúj, micsoda szegylap, de azért a kezébe kerül egy elolvassa, tehát azért sokszor bántják őket, de közben meg olyan, mint a barátok közt, hogy senki sem nézi, de mindenki látja, igen, tudod. Igen, csak rettenetesen inkorrektek, van. Nem érdekli őket semmi más, csak az eladott lapszám, és ezen a héten megígérnek neked valamit, amit aztán a jövő héten biztos, hogy áthúznak, hogyha éppen a saját érdekeik úgy kívánják. Tehát, hogy ez ezért a kell berelni. Így van. És aztán magyarázkodjál majd, illetve hát nem feltétlenül kell magyarázkodni, csak így látod az ismerősöknek a szemében, látod az embereknek a szemében, a visszajelzésekből hallod, hogy gondolnak rólad valamit egy bulvárlap állítása szerint, aki valószínűleg meg se kérdezett arról. Hát szerintem azért ezt az emberek fenntartással kezdik el, elolvassák, elfelejtik, tudják, hogy bulvár, nem? Vagy benyalják egyértelműen? Szerintem akkor tartják, vagy akkor vannak fenntartások, amikor kedvelnek téged, amikor nem kedvelnek, akkor meg szó nélkül elhiszik. Igen. Na jó van, tessék jelentkezni játékra. Jó, 2-1, valaki olyan jelentkezzen, aki nem túl jó. Erős játékosok kíméljenek, profik hagyjanak békén, lelkes amatőrök, izguló anyukák, remegő hangú gyerekek. Nagyon helyes idősek és erőtlen fiatalok jelentkezzenek csak játékra, mert nyerni szeretnénk, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt! A 31-es főúton Mendénél csatornázás miatt óriási a dugó, ezt Péter üzeni nekünk. Csepelen a pláza kereszteződésében autóbusz alakul a dugó, üzeni Timo. Ez egészen pontosan a Kossuth Lajos utca és a Szent István út kereszteződésében történt. Két autó frontálisan ütközött, áll a forgalom. Ja nem, mert az autó-autó, ez meg a pláza kereszteződésében autóbusz, akkor a kettő nem ugyanaz, csak mind a kettő Csepelen történt. És Győrtől Sopronig Tejföl néha 30 méter a látótávolság, és egyúttal valamelyik játékra jelentkeznék. Sofőr Gaben küldte nekünk, köszönjük szépen. És a BKK Facebook oldala szerint mától kezdve 3 héten át módosított útvonalon közlekedik a 143-as és a 243-as autóbusz, mert a harmadik kerületi Égető utcában útfél újítási munkákat végeznek. Köszönjük szépen. Na, megnézzük, ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Hát milyen kis egyedül maradtál ezzel a Igen, igen, picit olyan magányosnak érzem. Igen. Halló, jó reggelt! Halló, Morning Show, nyertem? Jó van. Humor van, minden van. Az megvan, hát, jó van. Azt mondták, hogy legyek vicces, hogy igyekszem nagyon. Jó vagy. De hát akkor miért nem vagy az?
Hát nem tudom. Csak ülj. Nem. Én is, én nagyon vicces. Az jó. Vicces vagy, az jó. Máté, hello, merre vagy éppen? Én éppen Tatabánya felé, vagy Tatabányánál az M1-esen. Minden oké, lehet haladni? Jó az egyes? Lehet, jó. Köd egy kicsi van, hőmérséklet jó, minden oké. Oké. Jól van, köszi a kis közlekedést. Na, akkor válaszál valakit, ugye Feri nincs, kivel játszanál? Janival. Jaj, de jó fej vagy. Jó. Egy perc, nem több, nem kevesebb. Rád beszélt Anna, vagy tényleg engem választottál? Tényleg egy választottam. A morgos kis koboldot. Igen. Na figyeljetek, indítom az órát, jó? Egy perc, 3, 2, 1, és tessék. Dolgozni mész valahova? Persze, dolgozni megyek. Merre fel? Pápa felé. Rendszeresen jársz oda? Még egyszer? Rendszeresen jársz pápára? Hát, ez nem lehet rendszernek nevezni, de úgy elvítve. Hoppá! Meg volt. Hoppá! Meg. Nem lehet rendszeresnek nevezni, valami ilyesmit mondtál. Szép vagy, Jani! Köszönöm szépen. Árut szállítasz? Igen. És milyen áruk, milyen jellegű áru? Hát élelmiszereket. Egyik jelentős multinknak az országban. Jó van, nem rontottuk el nagyon a reggeledet ezzel most? Nem. Jól van, nem, akkor. Beszéltünk, azt hittem, hogy milyen simán fog menni, de ez nehéz így, tehát tényleg. Igen, amikor adásba kerül az ember, azért az igen, mindig picit bonyolultam. Igen, akkor elfelejti, hogy és itt a mi is telefonálás, igen. Márti, köszi, vigyázz magadra, jó utat! Én is, köszi, ti is, szia! Hello, ciao! Na, busz nem ütközött Csepelen, téves a másik info, egy baleset van, írt a Timi. Uh-huh. Timi, te drága vagy. Hát ez, hogy helyre tette az összes SMS-t küldött azonnal? Olyan cukker vagy. Képzeljétek el, hogy na, az egyesi villamosnak a vonalát nem csak egyszerűen fel fogják újítani, ez számomra egy viszonylag új információ, valahonnan már így hallottam róla ilyen félmondatokat, félszavakat, de úgy nem nagyon hittem benne, viszont egyre több helyen látom, meg hallom, hogy füvesíteni fogják a sineket, illetve a sinek közti részt. Marha jól fog kinézni. Füvesíteni. Uh-huh. Jó, mondjuk félek, hogy tele lesz dobálva egy hit után szemétel, de nem, ne legyél ennyire negatív ma reggel, Jani, létszik, kérlek, jó nem. Igen, lesz. Ne legyél papás, szóval, aki nagyon mindenén marad. Igen. Nem. Miért tesznek oda füvet, azon jobban megáll nem, a papírgalacsi. Semmi sem olyan jó, mint régen. Mint ez a, igen, ez a komcsi reklám. Kár, hogy a régi jó dolgokban nem marad semmi. Szóval, hogy füves. Tegyenek füvet, az jó. Iszonyú jól fog kinézni. Csak például a mentőautó, majd ha ott megy, akkor az nem darálja le, mert ugye ott a Hungárián sokszor kell a sinekre menni. Hol fog menni a mentőautó? Szerintem a kereszteződésekben marad a kő, tehát hogy biztos, nem arra hogy gondolok, hanem amikor a dugót kikerül, a párhuzamosan a sinekkel megy a sinen. Nem a kereszteződésekre gondolok, hanem amikor a sinen megy. Ott a pont megfogtál. Ugye? És még csak 7 óra van. Jó, de legyen fű, ez jól néz ki. Ezt nagyon sok ilyen csinálják, nagyon sok ilyen simpár van Franciaországban, Spanyolországban, Angliában, és baromi jól néznek ki. Ugye két sín között fű, úgy ez akkor néz ki jól, ha ezt vágják, nyírják, és öntözik, tehát akkor ez baromi jó tud lenni. Olyan hangulatot ad egyébként egy nagy sugárútnak, Argentinában is láttam, ilyen gyönyörű, gyönyörű szép. Nem, azok a pampák voltak. Ez is igaz. igen. De hogy szóval tényleg jól tud kinézni. Ha az ápolják, gondozzák, ez egy nagyon jó ötlet. Szép lesz ez. Meg tök jól lehet haladni a Hungárián, tehát most mindenkit elijesztettünk onnan, mi is, meg mindenki, hogy mekkora dugó van, mert hogy ott mindent felújítanak, senki nem megy arra. Laci mindig mondja, hogy minden reggel 8-kor 15 perc alatt itt van. Tehát, hogy jól lehet menni a Hungárián. Hát figyelj, az emberek elkerülik. Egy útinformunkkal utakat seprünk ki. Hát egyébként, ezt most bemondjuk, hogy vége az alsó rakpartnak, meghalt, és senki nem menjen arra, akkor konkrétan üres lesz a forgalom. Na jó. Oké, jönnek a hírek újra. Jó? Hisz annyi minden történt az elmúlt 10 percben. Hisz rengeteg dolog történt a nagyvilágban, utána jövünk mi is. 3 perc múlva pontosan 7 óra. 6 óra múlt pontosan 7 perce, szép reggelt kívánunk mindenkinek, illetve már 7 óra múlt 7 perce. Hello, Jani! Szia, Bali, jó reggelt! Figyelj, jó vége lesz ennek? Most komolyan kérdezem, hogy jó vége lesz ennek? Hogy ne lenne jó vége? Már minek? Annak, hogy átültél a pulthoz. Nincs a Feri, lehet egy kicsit garázdálkodni. Figyelj, tudod, mint gondolkoztam? Na min? Hogy azért lassan már te is 20 éve médiázol, meg én is. Így van. De mégis van egy... És rajtad látszik is. Igen, de viszont még mindig kipjent, hogy van egy teljesen megfejthetetlen... Nem így értetted, te hülye, hanem hogy te legalább szakmailag épülszél. Ja, nem, te is, az csak... Te legalább kipjent, vagy nyílva. Hogy van valami, amit nem tudok hova tenni. Na. Méghozzá ez a... Ez amikor az a híradósok... Tessék?
Micsoda? Az a 20 pótméter? A pótméter? Nem vidéki. Pótméter. Nem erre gondoltam, hanem hogy mi az, mondd meg nekem őszintén, amit a híradósok aláírnak. Aláírnak a híradó végén. Itt nálunk be van kapcsolva a tévé. Szívemből beszélsz. Hogy vége volt a híradónak az egyik kereskedelmi csatornán, és vége, ugye ők még mutatják, ha ketten vannak, akkor valamit beszélnek egymással. Ugye? Így van. Tehát akkor valamit ők ott úgy dumálnak. Ha egyedül van, akkor még meg kell várni, míg eltelik az a 4-5 másodperc, amíg tulajdonképpen ugye őt mutatja a kamera. Ha van ott egy toll, akkor ezt a tollat megfogja, és elkezd valamit aláírni. De mit ír alá a saját jelenlét ívét? Vagy itt voltam, kitöltöttem a munkaidőt, mehetek haza? Ezt nem tudom megfejteni. Szerintem a TV2-n ilyen perc alapú elszámolás van, és ahogy befejeztem mondani valahogy, rögtön alá kell írnia, és akkor az alapján fizetik. Vagy én nem tudom, de hogy tényleg olyan fura az egész. Mi a jó Istent kell neki szignózni a közvetlen utána? Kipipálja a hírt, ez megvolt, ezt a többieknek nem kell beolvasniuk, vagy mi? Igen, hogy ezt már nem mondja el senki délután. Ugye az is nagy rejtély, hogy ők mit mondanak egymásnak. De hogy amikor ő egyedül valamit aláír, azt meg fogom kérdezni a szellőt egyszer. Már a szellő nem ír alá egyébként. Ott üldögél, összeszedni a papírjait. Ugye van ott egy 5-6 másodperc, amit még ki kell töltened. Ugye, amíg ott téged mutat a kamera, ő csak nem kezdhetsz el integetni, csinálni, meg nem tudom. De hogy, és a 10-ből 8 aláír. Saját magának egy papír van előtte, és arra valamit ráír. A szellő nem szokott aláírni? A szellő nem ír alá, nem. A Pakman szokott aláírni, a TV2-n most volt reggel egy srác, ő is aláírt. Egy szerezünk már meg egyszer egy ilyen papírt, kérjük már meg a Trütkot, a csempészeki nekünk, hogy mit ír rá? Ráírja, hogy ákombák. Vagy elrobtad a nagy kabátot. Elrobtad a nagy kabátot. Készen van a fejecske. Vagy ez hogy van? Mit írhat alá? Tudti valamilyen jelenléti ívszerűség. Tehát, hogy akkor ott mitől lezárja az aznap reggelét, és akkor na, én már végeztem, mindenki menjen a dolgát. Csúnyát azt nem írhat rá, mert ha esetleg csúnyát mutatnak, akkor valószínűleg kirúgják őket. Tehát, hogy ilyen rajzolgatás, ez biztos nem. Tényleg, mi van, ha rajzol valami? Vagy, érted? Nem tudom. Na mindegy, csak most látom. De valami obszén dologra gondolsz? Hát még valamit, persze, valamit oda rajzol, áthúzza. Nem tudtam megfejteni. Na mindegy, jó. Vannak friss közlekedési híreink egyébként. Trafi az M0-áson Vác felé, az M3-as előtt ezt visszaírja nekünk. Valamint Szegeden a 2-es villamos szakasza is füvesített, úgyhogy nem kell messzire menni, írták ezt nagyon sokan egyébként szegediek nekünk, ahogy nagyon szép. Tényleg, egyébként ez eszükbe se jutott, de ott is füvesítve van, azt láttad? Nem, de az SMS alapján egyébként felkeltett az érdeklődésemet a dolog, úgyhogy mindenképpen utána fogok nézni, mindenképpen keresek róla majd képeket a neten. Egyébként a BKK-nak van egy olyan oldala, hogy bkk.hu per fejlesztéseink, per 1-es villamos és 3-as villamos fejlesztése, és ott fenn vannak a tervek. Tehát, hogy ott lehet látni, hogy melyek azok a szakaszok, egyébként körülbelül a két mostani végállomás lesz az, amit füvesíteni fognak. Aztán későbbiekben ez nyilván majd kitolódik az új végállomásokhoz, mert hogy egyébként az egyes villamosnak a szakaszait, illetve az egyes villamosnak a szakaszát, ezt ki fogják majd bővíteni 2015-ben az Ürömi útig, illetve a Kelenföldi pályaudvarig fog majd elérni. És mondom, a végét fogják, nyilván ott a legegyszerűbb megoldani ezt a fűvágás, kezelés, mit tudom én, nyomírtózás, vágás, locsolás, stb. Picit rá vagy gyógyulva erre a füvesítésre. Valahára tetszik, tök szimpatikus, mert tényleg volt egy pár hónappal ezelőtt láttam képeket a bécsi, valamelyik bécsi villamosról, és akkor ott láttam ilyen füvesített pályaszakaszokat, és gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Kell a zöld, kell a zöld. Nem milyen zöld. De ott fogsz majd négy kéz lemászkálni. Igen. Ez a szép zöldje. Marokkó. Ja. 31-es főúton Mendénél csatornázás miatt óriási a dugó, üdv Péter. Csepelen a Pláza kereszteződésében autóbusz ütközött, alakul a dugó, ezt Timó írta nekünk. És az M7-es 42-es kilométerénél is készülnek jelen pillanatban fotózni a jól megszokott módon. Bali, késik az órátoknál, a minimum 8 perccel van több, mint amit bemondtasz. Puszi, Anita. Hát nem tudom, most ez a 7 óra 12 számomra egészen reálisnak tűnik. Ha nálad 7 óra 20 van, akkor szerintem nem biztos, hogy bennünk van a hiba. Akkor a fogadóban van a hiba. Mert nálunk is 7:13 van egyébként most. Már 7:13. Nem, nincs ezzel gond. Mi ott mondunk? Na, de várjál, még mielőtt tovább mennék, azért mondjuk már el azt, hogy én évek óta nem láttalak így ebben a pozícióban, mint most. Jó, mindjárt lejövök gyertyállásban. Hihetetlen, hogy még mindig milyen hamvas a seggel.
Balázs hogy... átült a pulthoz. Hát te régen, amikor a rádió... Létszámlépítés lesz? Megszabadulunk egy technikustól? Amikor a Feri elmegy, akkor tudok egy kicsit garázdálkodni, mert egyébként nincs erőm keverni. De régen a rádió DJ-ben együtt dolgoztam. Persze, azért mondom, hogy a DJ-ben annak idején Balázs kevert, és most gyakorlatilag ugyanebben a... kevert, kavart, sékelt. És most ugyanezt történik. Tök jó látni. Ugye? Aha. Na majd csak figyeld, mikor kikapcsolom a mikrofonodat. Csak figyeld, emeld már fejebb a széket. Te ülsz alacsonyan. Ja. nem nekem kell följebb jönni. Ebben is van valami. Na, kaptam egy papírt, és erről akarok beszélni, mert egy picit meg vagyok ijedve. Na. Jött egy végzés. Inkasztó. Jött egy végzés a Budaörsi járásbíróságtól. És hát ez nem tűnik túl megnyugtatónak. Amiben azt írják... Járásbíróság a vármegye házáról. Figyelj, mert komoly. Na. Sebestyén Balázs Ottó. Tehát ez már önmagában is azért... Hát ez nem te vagy. Mindenki tudja, hogy Sebestyén Balázs Pocahontas az igazi neve. Neked csak Otti. Ha gondolod. 77. július 18-án született. Itt magamra ismertem, hogy jó helyre jön a neve. Elkövetővel szemben, tehát így folytatódik a levél, hogy elkövetővel szemben, helyszíni bírság, pénzbírság átváltoztatásával kapcsolatos szabálysértési ügyben közli a nem tudom milyen rendőrfőkapitányság, mint elsőfokú szabálysértési hatóság, jogerős határozattal kiszabott 5000 és 10000 forintos szabálysértési eljárás után az átváltoztatást elzárásra ezen indítvány beterjesztette. Mészesítre, gecó! A bíróság tájékoztatja, hogy a bekezdés alapján nem lép a meg nem fizetett helyzetbíróság. Ez egy szabálysértés elzárás, ha az elkövető felsorolják, hogy mikor nem lehet engem elzárni. Egyik sem vagyok. Jelen pillanatban ott tartunk, hogyha nem lépek ez ellen, akkor engem elzárnak. Na most 10.000 forintom van szabálysértésként, ami azt jelenti, hogy 5.000 forint egy nap, tehát kettő napra be akarnak nyomni. Érted ezt? Hát figyelj, de... Szerintem viszonylag könnyen megúszhatod a dolgot, ha befizeted a 10.000 forintot, de szerintem ne. Legyen ez egy teszt a lelkerova. Egy 48 órás. Mi van akkor, hogyha nem fizeted be ezt a 10 rugót? Én nem emlékszem erre igazából, tehát hogy biztos, hogy volt ilyen, valahol valami, megint valami rosszat csináltam, rossz helyen parkoltam, vagy nem tudom, elkapott a rendőr. Hát valami mikromágiáról van szó, mert hogy mondod, átváltoztatásról, valamit átváltoztattál. Valakit, de ez a saját külföldből Danny Blue segítségével. A muglikat elvarázsoltam Oxfordba, de hogy nem tudom, hogy hol befizetni. Mert nem emlékszem, hogy mit kell befizetnem. Ez a legnagyobb baj. Tudod? Tehát, hogy nem tudom, hogy mit kéne befizetnem. Na most, ha nem tudom, hogy mit kéne befizetnem, akkor nem fogom tudni befizetni, ha csak föl nem hívom ezt a Budaörsi járásbíróságot, be nem megyek. De mi van akkor, ha én mondjuk ezt nem bontom ki, akkor három nap múlva megérkeznek, elvisznek bilincsbe és elzárnak két napra? Elvileg, igen. Kijönnek érted a zsandárok a járásbíróságról. Igen, kijön a da... Kisbíró és két zsandár. Igen, és a piac téren felakasztanak. De most komolyan mondd meg nekem, hogy mi van. Hát be kell menned a járásbíróságra, és ott be kell fizetned. Ott van egy pénztár, kész egy csekket, és akkor ők igazából teljesen mindegy, hogy miről van, szóval nem is kell ráírnod. Van egy ügyiratszám azon a papíron, ráírod az ügyiratszámot a csekre, beírod azt, hogy 10.000 forint, és most meg fogsz lepődni, átadsz 10.000 forintot. És akkor már meg is vagy. De én ezt nem tenném a helyedben, mert sokkal izgalmasabbnak hangzik az, hogy két napra sítre néz. Jó, hova megyek akkor? Tehát hova megyek? Van egy külön a szabálysértési eljárás. Hát hova akkor? Eljárás... Dabu Roland is most átkérhette magát tökörre. Szabálysértési eljárásokat be nem fizetett helyre megyek, ahol... ahol ül, vagy előzetesbe megyek két napra, vagy máshova megyek, akik egyébként ott ülnek, és ami közlekedési szabálysértést elkövettek, nem fizették be, hogy hova megy az ember. Tehát engem ez érdekel. A gyorskocsi. Mert ha a dolog jó, akkor bemegyek két napra, csak kipróbálom. Lesz-e piuszod attól, hogy te bementél két napra? Hát lesz hát. Lesz? Hát onnantól kezdve te sittes vagy. De miért lennék sittes? Hát ez csak egy szabálysértési eljárás. Hát én nem... És kijönnél ilyen börtöntelt kokkal már két nap után, ilyen rettenetesen vagy, rettenetesen átváltozva, ilyen kőkemény bűnözővé. Szia kicsim! Elosztok! Hülyes srácok, ez a teszéket csak volt. Írdatlan keménybe tolnám. Tehát mi van akkor tényleg? Tárgyalás van? A tárgyalás után én már vigyem be a csomagot? Nem a kell tárgyalni. Hát ez már előre jelzi, hogy nincs itt tárgyalás. Érted, fognak, kimenek érted a zsandárok, aztán nehéz vasba bekísérnek a vármegye házára, gondolom ez, ahova felszaladt a páva. De egyébként szerintem a lakóhelyedhez legközelebb eső
végrehajtási intézménybe kell majd bemenned, fogházba. És két nap fogház? Tehát ez miért már fegyházba lehető? Akarsz menni? Hát egy keményebb vagy, mint gondoltam. De nem, hát a fogház, a fegyház az már különböző ugye, mértékei a szabadságvesztésnek. A legenyhébb a fogház, ugye a legdurvább a fegyház. De miért kéne a fogházba mennem? Bevisznek két napra egy rendőrőse, és én ott ülök elzárva, gondolom igen. Valahol egy iroda mellett, igen. Nem? Igen. Ez nem a fogház. Tehát a fogház, ahol te már letöltendőt töltesz, ami ugye a legenyhébb. Akkor egy ilyen előzetesbe. Tényleg. Akkor valamelyik kapitányságon. Biztos van egy ilyen izé. Hát minden kapitányságon van egy ajtó, ahol azokat tartják, akik mit tudom, még nem fizettek be, vagy nem akarják. Nem, az ajtó az csak a helyiségeknek az elején van. Általában ott haladnak át. Az ajtó az önmagában kevés. De hogy ott szerintem így van. Így van. Ott van valami kis cella, vagy valami kis ilyen zárka, és akkor szépen oda bezárnak, és két nap múlva elengednek. Kipróbáljuk, hogy ez milyen? Szerintem igen. Lehet onnan telefonálni? Bejelentkezni? Pizzát kérni? Olyan nincs. Nem. Szerintem telefon nem tudsz bevinni, de naponta azt hiszem egyszer tudsz csörögni. Már rég voltam sitten. Már így nincs meg nagyon a dolog. De az viszont meg van határozva, hogy mi az, amit bevihetsz. Tehát, hogy szerintem így a két napra való váltás, ilyen tiszta ruha, meg tisztálkozó eszközök, meg ilyesmi. Nem tudom, hogy például beviheted a hajsütővasadat. Hát te azt mondja, ha kell, akkor beleülök és úgy viszem be. Testi botozás. Hát itt meg... Hát ez meg... Hát itt meg mi lapul? Hát ez a kábel meg itt micsoda, hova vezet? Na! Igen, göngyölítsük csak fel az ügyet. Figyelj, én azért kapok kipróbálom. Reggelit, ebédet, vacsorát. Igen. Rendesen mindent? Menj ebbe a sitre. A farkasáz is bevonult annak idején egy napra, azt hiszem. Azt írja meg nekem valaki, hogy ettől büntetett előéletű lesz. Mindenkit helyre tett a cellába, aztán. Ha igen, akkor nem megyek be. Ha bevihetek egy váltásfehér neműt, ha bevihetek arckrémet, ha bevihetek, mit tudom én, tisztálkodó eszközöket, akkor leülöm. Akkor azt most nem fizettem be, és akkor kipróbálom, hogy milyen. Mi ez, kicsi? Arckrém? Akkor rossz helyre kentem. Rohadtul csíp. Lejalogatod. Van nálad már a szörp kiskáska. Rakd már ebbe a pihámot. Milyen buta, ostoba sztereotípia ez a börtönnel kapcsolatban, aha, nem? Ja. Rakd már. De igen, de azért ez nem, a kísérlet már erre ne terjedjen ki, szerintem. Te akkor nem mehetsz majd például szavazni? Hát azért ez még számomra nem elrettentő erő. Nem ezt is megúsztad. Ezt is megúsztam, hogy ne kell mennem, igen. Tehát erkölcsi bizonyítványt például nem kaphatsz utána egy darabig. Mennyi az elővülési ideje? Minek? Már ennek a izének. Tehát, hogy oké, megkaptad a két napodat, elzártak, és akkor utána mennyi ideig nem kaphatsz erkölcsi bizonyítványt? Hát de most, ha van, akkor minek kérek újat, érted? Jó, hát most gyorsan bekérem előre, elrakom. Nem csak úgy kalandvágyból eszembe jutott, hogy egyszer csak így tudod így. Szerintem óriási lenne. Mit tudom én, szombat, vasárnap, bemegyek, és akkor hétfőn elmondom, hogy milyen volt. Figyelj, összeverekedek egy lesi fotóssal. Igen, provokáló, és bemegyek én. És szóval nem egy helyre kerülök. És nem egy helyre tennének. És engem valami nagyon, sajnos nem volt szabad, hogy irány a csillagvadonok. És te valami nagyon bejönnél. Csak egy éjszaka ki lehet bírni. Én valami ilyen nagyon durva ilyen wellness részlegbe mennék. Én megmennék egy ilyen 10-es zárkába. Melyik a helyem? A helyed, kicsim. Itt van alatta. Szabad prics nincsen. De ha akarod, én meghúzom magam. Illetve nem, most, hogy már itt vagy, nem is magam húzom meg. Na, ha valaki volt bárben, mondja már el, hogy ez milyen. Tényleg. Mennyibe kerülök én, ha bent vagyok? Mert ugye tőlem 5000-et vonnak le, de lehet, hogy ugye egyébként én drágább vagyok. Ennek is érdemes lenne utána járni, hogy mennyivel terhelem én meg a költségvetést. Érted? Lehet, hogy kiderül, hogy én 9000 forintba kerülök, de tőlem csak 5-öt vonnak le. Tehát az államnak nem is éri meg bemenni. Vagy nem is akkora biznisz bemenni, mert mondjuk kijön, hogy fejenként egy napi bentlét, adóval, mindennel együtt, az mondjuk 10000 forint. Hát akkor nem éri meg. Én dolgoztatnálak. Mit csinálnál velem? Hát lehetne a stylist, vagy nem. Kivassalnám a börtönbe. Ott rendbe tennéd, igen, rendbe tennéd. Ezt egy kicsit bejebb, ezt egy kicsit feljebb, ezt itt szegétekbe, ezt itt varjátok, de nem ártam egy kis teppel, és az a nyakkendő, az hogy áll? Érted, egy rendbe tennéd őket szépen. Tehát ha az kellene, hogy aki mondjuk ilyen két napra bemegy, akkor azt valami, mit mész a fekete mosogatóba, vagy ilyesmi, felmosatják veled a hosszút, megtakarítatják veled az ablakokat, akármi. Nagyon jó SMS-eknek. Már várunk Balázs, írja avokádó. Az avokádó nagyon jó név. Balázs, nem te leszel bezárva, hanem az ajtó, írja Misó. Előbb behívnak egy tárgyalásra, ahol a bíró átváltja, majd kapsz egy időpontot, hogy mikor kell bemenni. De kapsz a bíróságon csekket.
kitartás, nekem NOV 18-án kéne bemennem. Ja, és nem érinti az erkölcsidet. Ezt Mentős Peti írja nekünk. Balázs, ezek nem tökölnek, egy 10.000 forintos büntetést elhanyagoltam, és hajnali 3-kor rárúgták az ajtót a zsaruk a nagymamámra, a bejelentett lakcímemre. Üdv Gábor. Üdv Jézusom. Gábor. Olyannyira nem tökölnek de egyébként, hogy Baracskára mész, ahogy írják. Igen? Aha, Baracskára oda mennek a szabálysértők. És a tek jönnek ki, értem? Tehát gondold-e, hogy 10.000 forintért rám rúgják az ajtót. Mennyi pénzbe kerül az, mire kijönnek? Mennyi pénz, mire előkerítenek? Mennyi pénz az, mire téged bevisznek? Sokkal többe kerül az egész intézkedés, mint amennyit ér ahhoz, hogy én befizesek 10.000 forintot. Biztos vagyok benne, hogy a tek mennek ki, érted? Mert elég nagy a kérted az, hogy leszálljanak helikopter, és minden túl reagálnak egy picit. Biztos, hogy bevetnék az összes arzenát. Áttörnék a falat valami ízével, valami páncélos járművel, leszállna egy helikopter, kiugrálnának belőle 20-an, a hátsó kerítésen is bedőlnének valami izével, ilyen nem tudom még, idomított kutyákkal, akármi, és elárasztanák a házat, nem értene az egészből semmit. Éppen néznéd a Homeland akár x-edik részét, amikor berobbantanák a, hogy hívják ott, az üvegablak. Helikopter lesz. Hello! Csak azt nem értem, mondd meg nekem, hogyha ők pénzt akarnak, akkor mi annak az értelme, hogy téged bevisznek? Pénzbe kerülsz az államnak. Pénzt veszel ki a zsebükből. A 10.000 forintot nem kapják meg. Neked be kell menned 2 napra. 2 napig nem dolgozol. Kiesik a keresetet. Ha mondjuk, érted? Tehát sokkal többbe kerül valakit leültetni, mint valahogy letiltatni mondjuk a fizetését. Akkor miért nem hajtják be? Rosszul látom ezt a dolgot. Mi abban a jó az államnak, hogy mondjuk beviszi az embereket és leülteti? Hát attól neki nem jön vissza a pénze. Érted, mit kérdezek? Sőt, többbe kerül, mint amennyit többbe akar hajtani. Nem? Ezért kellene azt csinálni, hogy ott bent egy olyan tevékenységet végeztet azzal az emberrel, amiből a 10.000 összejön. Veled például ott, mit tudom, műsorvezetés, vagy hogy hívják, médiakurzus, vagy ilyesmi. Hát ennek a sokszorosát kéred el egyébként, ha elmész. Sziasztok, kedves, egybegyűltek az első óra az interjú készítés. Dögölj meg! Elkapunk kicsi! Gyere velem, riportozzál! Ide riportozz az én mikrofonomba, kis szöszi! Jaj, kedves uraim, hát őrizzük meg a méltóságunkat, akkor nézzük, hogy mi az interjú és a riport között a különbség. Este lesz a riport, kis táska. Hát körülbelül ez lenne? Hát körülbelül. Szerintem körülbelül. Ott is vannak, akik erre fogékonyak lennének. Há, igen. Egy gyors tarpaló médiakurzus 15 órában. Biztos vagyok benne, mert hogyha most gondolj be, hogy például van egy csöpögő csap, vagy van egy csőtörésük, vagy ilyesmi, hogy mondjuk azt nevelem csinálta sem. De nem, csak azt mondom, hogy ha arra például hozzatának egy szakembert, akkor érted, kiszállási díj, javítási díj, stb. Nem egyszerűbb megnézni a nyilvántartásban, hogy hol van egy vízvezetékszerelő, aki egy 10.000 forintért szabálysértését be lehet varni. Beviszik, megcsináltatják vele a csapot, megcsináltatják, ez kb. Egy nap nem kell fizetni érte. Na de velem mit? Tehát tudod, hogy van 10.000 forint. Én kétkezi munkában tudod, tehát török zúzok be, hogy én egy csavart nem tudok nagyon becsavarni. Halló, jó reggel! Na, ne legyél ilyen csendes. Na. Halló? Halló? Mondj már valamit. Halló? Ne izgulj ennyire. András! Jó reggelt, sziasztok! Jézusom, ettől be fogok tépni, még nem bírom az ilyen szürreális beszélgetést. Dolás Ali Robert! Hello, jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Nem áll, hogy megint valami magát idős embernek álcázó, ha játékos adtál be, Anna. Ugye? Ki van zárva, kérlek? Ki van zárva? Ne csinálj, ne! Hát nem volt nekünk biztava elég. András, honnan hívsz minket? Én Sárvárról hívlak titeket. Jól van, oké, Boborján. Megint, ne csináljuk ezt. Kezdjük-e megint nyomozni, hogy tényleg idős, nem idős, hány éves, játsza, nem játsza. Volt egy Pista bácsink néhány héttel ezelőtt, azt hallottad? Így van, hallottam, így van. Kicserélem az első kérdést a harmadikra, és nagyon gyorsan befejezzük a játékot. Anna, mi van veled? Mivel foglalkozol, András bácsi? Hát én itthon vagyok, iszogatok egyet, á vagyok. Nem. Tengek-lengek. Mennyi idős vagy? 74. És ha minden jól megy, megérem a 75-öt is. Persze, nyilván, és ezt mi benyaljuk, persze. Hát nincsen más választásotok. Nincs. Ugye valaki nem tudná, néhány héttel ezelőtt telefonált egy Pista bácsi,
nevű hallgatónk, akiről hát a mai napig megoszlanak a vélemények, nem tudjuk, hogy ő eljátszotta, vagy valóban 85 éves volt, vagy csak átvert minket, de többször rácsörögtünk, és mindig nagyon jól hozta a formát. Először elhittük, aztán meginoktunk, aztán megint elhittük, aztán megint, tehát hogy nála nem tudjuk még mindig. Mikor születtél? Én 49-ben. Számoljunk gyorsan. 49. Hát elviekben annyi. Elviekben az jó. Na látjátok, most akkor mit a probléma? Vagy hogyha ti is eljutok ebbe az időbe, hogy megélitek a 74-et, akkor majd ti is így fogtok gondolkodni, így fogtok majd beszélni. De nem vagy 74 éves, hát hallom a hangodon, hát kamucol, hát nem vagy annyi, hát hallom egy ilyen tök fiatalos hangot, csak próbálod ilyen kicsit Bobor Jánosan így elváltoztatni, hát... Akkora kamu. Jó, egyébként játszhatsz, tehát ezzel nincs baj. Ez azt mutatja, hogy már mit ki nem találnak a játékosok, hogy adásba kerüljenek. Ha kell idős embert játszanak, ha kell idős nőt játszanak, bármit. Csak hogy bekerüljenek. Hány osztályos iskolába jártál? Négy. Sajnos csak. Négy? Négy. Így van. Annyit tettem le. Annyit tettél le? Így van. De miért? Miért csak ennyit? Hát azért, mert nagyon sok volt abban az időben a munka és a megélhetés. Mivel sajnos nehezen tudtunk megélni, mivel egy szegény családból származom, ezért kénytelen voltam elhelyezkedni. Hova jártál iskolába? Én Sárvárra. Sárvárra? Mi volt az iskola neve? Hű, azt már nem tudnám megmondani, nagyon régen volt. A Pista bácsi Sárvár környéki volt, úgyhogy jól emlékszem. Azt nem tudom. Ott mindenki ilyen furán beszél? Pista bácsi 27. október 6-án született elvileg. Hát akkor nem hiszem, hogy ismerem. András bácsi kicsit később. András bácsi 49-es. Na jó, milyenek a kérdések, Jani? Vihetők. Nem akarunk cserélni valamit? A harmadikat az elsőre. Mondtál valamit, András bácsi? Ne cseréljünk semmit. De kamu, úristen, mekkora kamu. Na jó, így szól az első kérdés dedikált egérrel átétért. Melyik vitamin képződik a napsugárzás hatására? B-vitamin. Melyik? D. D, mint Dénes. Mit mondtál, mennyi idős vagy? 74. De 74? Így van. És mikor születtél? Most mondtam az előbb, 49. Ki jön? Ki? Hát. Igen? Persze. Biztos? Menjünk tovább? Hát nem is tudom most, mit is nyertem. Hát egyelőre még egy dedikált nyakbaakasztód van, hogyha most megállsz, akkor megtarthatod, de hogyha tovább mész, akkor kockáztatod. De lehet, hogy összejön egy dedikált egéralátét. Hát én most akkor szerintem megállok. Nem á. Ha 49-ben született, és 74 éves, az nem jön ki. Mert igen, az 64-50, akkor mennyi most mondjuk ilyen... András, már valamit elszámoltál, tehát vagy korábban születtél, vagy nem, vagy 74. De a kettő nem jön, tehát 49-ben születtél, nem lehet 74 éves, ez nem jön ki matematikailag. Hát ha 49-ben születtél, akkor az 65. 39, bocsánat. De... Elírtam. Mekkora kamu. Jó, megálltál? Így van. De miért nem mész tovább? Hát a következő kérdése szerintem te még akár emlékezhetsz is. Hát pukom én, ez már... Ne a négy általánosból indulj ki. Na, na én megállom, biztosra megyek. Próbáld ki még a következőt. Nem? Hát odaadjátok ingyen, ha bukom, ha nem, akkor jó. Na jó, akkor állj meg, nem akarunk rábeszélni. Jó, akkor megvan a dedikált egérrel áttéted, ezt mi aláírjuk neked. Köszöntem szépen. Jó? Vigyázz magadra. Köszönöm. Jó egészsége! Viszont nem tettés. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Akkor a kamu volt. Persze ma pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggel, szevasztok! Szerintem menjen a könyvtárba és vedd ki a Remény rabjait. És érc kalapáccsal ássam ki magam majd a két nap alatt. Jó ötletek vannak benne. De igaz, de ez is jó ötlet. Fia, ez egy viszonylag rövid könyv lenne, simán elkészülne, hogy a karácsonyi könyvpiacig, óriási lenne. És jövő héten bevarják, letölti ezt a két napot, következő héten megírja a könyvet, karácsonyra ki is van. Hány óriási lenne. Jön ebből a két napból, de most tényleg? Nem?
Hát nem tudom, hányan mennék meg. Érted? De szerintem nagyon izgalmas nem lenne, igen. 8:32. Ugye két mondat. 8:33. Ebből egy 100 oldalt azért simán összerakok. A két napból. Már nem sok van hátra, de kibírom. Folytán a türelmem, fáradnak az idegeim, de nem sokára szabadulok. Kicsit elaludtam, letelt a büntetésem feleköz. Na, hívjuk a naphallgatóját. Jó, nagyon sok hozzászólás jött a börtönös SMS-ekhez, vagy a témához. Van, aki egyébként tényleg már benn volt, leülte, átváltotta. Itt a közmunkát mondják, de azt hiszem ebben a fázisban ez már közmunkára nem váltható. Morning, so? Az bizony, jó reggelt, hello! Madárcik közgöpen, Margen urajuk. Egy nevet mondasz nekünk? Hello Zoli, ugye kérdeztem én Jenőt, aki ugye hát börtönőrként dolgozott, hogy van-e bent wifi, meg 3G. Te azt írtad, hogy gyere Bazsi, nem kell nélkülözni a 3G-t itt a börtönben. Várunk Gabi, Gazsi, Gedeon. Ezt nagyon-nagyon szerettük, úgyhogy te vagy a naphallgatója. Nagyon szépen köszönöm, szópi buli. Küldünk egy jó kis ajándékcsomagot. Jó, kezdtük ezt, jó. Hol hallgatsz minket helyileg? Hol szól rád? Budapesten vagyok. Budapesten. Igen. Jól van, jó munkát, jó hétvégét, ciao. Köszi, sziasztok, ciao. Hello. Csabikám, mi újság? Hát ez a Gedeonos, ez... Ja, nagyon nagy dolog. Olvastam én is, hát ezen nagyon sokat rögtem, akkor is és most is. 3G, igen. Ez nagyon nagy. Voltál futni? Ma nem voltam futni, ma kihagytam, készültem, lesz délután, képzeljétek el, a mi kis kerületünkben egy nagyszerű program, színesednek ott a házak, ilyen régi bérházakat újítottak fel, nagyon színes, és ennek lesz az átadója, és én, mint kerületi műsorvezető, ott hozzáadom a saját magam részét, vagy amennyit tudok, és erre a rendezvényre készülünk, ez lesz délután. Mm. Lesznek koncertek is. De jó. Érik a keresztúrért gyűrű? Hát ma, de megrigyeltem a Ferit. Tényleg. Feri már megkapta az új kígyós pecsi gyűrűt, most már te jössz. Aztán Jani, mint Lőrinci díszpolgár, most az te is ott laksz egy jó 30-40 éve, úgyhogy... Igen, én akkor mindig gondolkodom, hogy gázsit kérjek, vagy gyűjtsek. Kérdele gyűrű. Feri receptje szerintem fent lesz az interneten. Receptje van, lesz, küldött? Nem? Hát, bocsássuk meg neki, hogy ez most kimarad, nem biztos, hogy olyan állapotban van most. Hú, hogy... tényleg lehet, hogy akkor nem tudom. Való lép akkor... sivít egy malac hátán. Fél, hát akkor egyszerű a recept. Fogj egy disznót! Igen, kola, törzd meg. Szelet, kenyér, kevés zsír, lila hagyma, sót is rakhatok rá ízlés szerint. Ennyi, mára. Feri Békés Csabán van a Kolbász Fesztiválon, de szerintem hétfőn hoz receptet. Jó, úgyhogy ezt meg tudjátok nézni. Csabikám, remek zenéid lesznek ma is? Annyi újdonságom lesz, hogy fel sem tudom sorolni. Atya Isten, de izgulok. Olá Gergőnek az új dala például, Exwellnek az új dala, Pinknek az új dala, de kezdjük James Arthurral. A következő órában, aki ugye az angol X-Faktor 9. szériáját nyerte meg, volt már neki korábban egy nagy slágere, az Impossible, és ennek az újnak pedig az a címe, hogy You're Nobody. Egyszerűen a csávó nagyon tud, hallgassátok meg. Oké, 555-55-00, itt tudtok Csabitól dalt kérni, hétfőn már lesz a Feri, lesz, ugye? Igen. Lesz ő is. Lesz. Na. És akkor most jön az a két nap? A szombat-vasárnap? Amikor stigulákat húzod a börtönfalára? Még nem, még egyelőre ezt most még befizethetem. Ha nem fizetem, akkor egyszer csak jönnek és elvisznek. De ez most még választható opció, a befizetés. De szeret veszélyesen élni, úgyhogy be fogja vállalni. Meglátjuk. Csabi jön a kívánság műsorra, ami pedig hétfőn 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids up. It's brand new.